Szeretettel üdvözlök mindenkit a Super Mario Maker 2 végigjátszásának második epizódjában. Megyünk is már is befelé a játékba, hogy megnézzük, hogy hol tartottunk legutóbb. Azt hiszem, hogy 19 pályát teljesítettünk a játék első epizódjában, és ha jól sejtem, ezek csak egyre nehezebbeké és nehezebbeké fognak válni majd, ahogy megyünk előre a story módban. Szia Fülöpuma, jó kávézás neked, én is ittam ma a tokiói Málna kávéból, úgyhogy nagyon jól esett, és tökre kedvelem ezeket a különlegesebb kávéízeket, nem a megszokottat. Mit csinálsz? Várjál csak. Várj. Itt lehet visszajönni, hogy... Aj, de imádtam ezt a Máriót annak idején a 8-bites korszakban. Ezek voltak a legelső Máriók egyébként. Jézusom, és a hangok is mennyire jók, azt a mindenit. Szóval ezen a fajta Marion tanultam meg számolni, képzeljétek el ott a számok leolvasását, ahol a pontszám van. Mindig hívtam be nagymamámat, 3 éves voltam, és kértem, hogy mondja meg nekem, hogy éppen hány pontom van, és akkor úgy sikerült elsajátítanom. Úgyhogy ez nekem nagyon sokat jelent ez a fajta Mario, a 8-bites első rész. Hopp, ott nem úgy kellett volna gondolom lemenni. Igazából most csak a főmenüben vagyunk bent, de annyira király, hogy lehet a főmenüben is itt játszani. Neked is ez volt életed első játéka? Nem csodálkozom rajta. A jó kis Famiconon. Mindig azt hittem, hogy NES-en van, de Famiconon volt igazából. Ezt úgy kéne megcsinálni, hogy leütöd a izét a tetejéről, ugye? Jól értem? Le kéne ütni a teki katonát, és akkor utána, csak kéne egy gomba ehhez a melóhoz, azt attól tartok. Mert az szét fogja verni az összeset, ugye? Tehát, hogyha most elindulsz, igen. Akkor jó eséllyel megcsinál mindent ott lent. És ott is van az élet, igen, amire gondoltam, hogy ez így kidobná. Ez nagyon ritka, hogy gomba előtt szoktak virágot adni. Nem is emlékeztem, hogy van ilyen, hogy gomba előtt kapnál egy virágot. Most azt akarja mondani, hogy én elindulok? Nem, ez már a cél. Azt hiszem, hogy átmentem a célvonalon. Na jó, menjünk, hogy hol is jártunk, nézzük meg már is. Egy hónap és 34 leszek, tévéjátékon is tolt. Igen. Bizonyám nem most volt. Akkor nagyjából egykorúak vagyunk mi ketten. Vagy ahogy Szalacsi Sándor bácsi mondta volna, egykorra születésűek. Úgy látom, hogy fel kell mennünk a tódokhoz, mert most a második szinten ők fogják nekünk adni az új küldetéseket. És itt nem is tudunk átmenni? De át tudunk menni, csak egy ilyen kis kreatív megoldással. De adsz most már ott nekünk? Azt mondja, hogy... micsoda a Purple Toad, tehát a lila Toad rossz repülőre szállt fel. Személyesen én a főnököt okolnám érte. Amikor valami gázon általában a menedzsment rontja el a dolgokat, de ezt amúgy nem tőlem hallottad. Készen állok, hogy a keleti csarnokot folytassuk tovább. Beszéljünk a Chief-fel. Fel kell jönni megcsinálni egy-két missziót, hogy folytathassuk itt az építkezést. Gondolom, hogy akkor most a nyugati csarnokhoz is el kell jönni. Azt mondta, hogy... a főnök elvette a felhőmet, mert azt mondta, hogy valami másra van szüksége hozzá. Vagyis, hogy vele. Nem akarom, hogy hallja ezt a főnök, úgyhogy csak hadd suttogjam a füledbe. Azt mondja, hogy Head in the Clouds. Ez lesz a következő pálya. És akkor most felhőkön fogunk nyomulni. Számítok rád, Mario? Rendben. Na nézzük. Mindig a menedzsment a hibás, a rossz tervezés, a hibás tervezés. Nem olvastam el, mi volt oda alulra írva. Micsoda, 16 másodpercem van. Jézusom. Szóval oldalról sem szabad hozzáérni, nem csak a... Még egyszer. Hol volt a felhő? Wait, what? Hol volt a felhő? Megszokásban ugrottam, pedig még csak másodikat csinálom. Hol van a felhő? Most itt van. Vigyázzunk, mert van lendülete a felhőnek. 10 másodperce. Hallod, ez nem is annyira könnyű, mint amennyire annak néz ki. Sőt, egyáltalán nem könnyű. Még egyszer. Ja, de itt, hogyha lerövidítenéd az időt, és nem a coinokra mennél rá, akkor...
Ó, Istenem, nagyon érzékeny. Ez lesz az. Oké, okay. Oda a tízesért bemehetek? Nem. És valószínűleg már nem is értük volna a zászlót, hogyha ezt így csináljuk. Szevasz, betyárkoma, hogy vagy, mi a helyzet? Na, még egyszer. Megyünk lefele. Amit lehet összeszednünk, megállunk itt a sarkokon, mert muszáj megállni. És akkor azt gondolja, hogy így most ez működhet? 5 másodperc. Micsoda? Hogy a felhő hamarabb esik ki alólad, mint ahogy... Na, ez nem volt szép dolog. Azt hittem, hogy az az 5 másodperc, ami ott a jobb felső sarokban van még hátra, az azt jelzi, hogy a felhőnk addig kitart. Hát nem tart addig ki, egyáltalán nem. Erős kezdés, igen, de hát ez a Mario Maker, ez erről szól. Minél nehezebb pályák megoldásáról. Hoppá, ez így hülye ötlet volt. Na jó, nem baj, akkor menjünk így. Itt hogy gondolja? Így? Mindegy, menjünk így. Zseniális király volt. Szevasz, Pennekotta, hogy vagy, mi a helyzet? Na jó, hát megvagyunk akkor a nyugati csarnokhoz vezető felhővel. Megszereztük a felhőt, hazahoztuk a kastélyhoz, innentől kezdve a nyugati csarnok építkezése folytatódhat majd. Ahhoz viszont, hogy ezt folytathassuk, szerintem szintén a főnökkel kell majd beszélgetni, ugye? Hogyha felszállunk erre... Nem én irányítom, átmegy magától. Aha. Köszönöm, hogy hoztál nekem egy új felhőt, Mario. Annyira fluffy, azt mondja. Mindig nem tudom elhinni, hogy a főnök elvette az én felhőmet. Amikor én leszek majd főnök egy napon, hát más lesz majd itt a helyzet. De nem mondd meg a főnöknek, hogy én ezt mondtam. Készen állok, hogy folytassam a munkát a nyugati csarnokon, beszélj a főnökkel, amikor készen állsz. Oké, egy újabb rendelést elvégezni. Hát persze, hogy megyünk az újabb rendelések elvégzésére, de a piros még itt van. Mario, szükségem van a segítségedre. Miért, mi a helyzet? Kérdezik tőle. Rossz lenne, hogyha a főnök meghallaná, úgyhogy... Heavy Stone hívó. Ó, szóval kifutottunk a büdzséből. Tehát nincs elég pénzünk arra. Nincs elég kövünk arra, hogy csináljunk egy lépcsőt, és természetesen a főnök azt mondja, hogy a sivatagból szabad csak követ használni hozzá. Megcsinálnám én saját magam is, csak túl nehéz. Hoznál nekem egy kicsit? Kérdezi a vörös tód. Persze. Szia, Geoporszívó, hogy vagytok ma este? Kamélia Mirtel, remélem, hogy mindannyian jól vagytok. Heavy Stone hívó. Azt mondja, hogy követ kell a kezünkben cipelni, és úgy kell elérnem a célvonalat. Aj, de szerettem ezt a Mario-t is, ma meg se tudom mondani, hogy melyik részből van, de itt legalább most van időnk. És hogyha elejted, akkor rossz. Jaj, várj, az, a kő az nem... Ez azért lesz nehéz, mert ugye nem tudok ugrani a kővel a kezemben. Hoppácska. Hát, hát. Ó, és ő is tud ugrani. Aj, de zseniális azt a mindenit, de imádom ezeket a Mario játékokat. Aha, jó, hát a kővel teli kezünk ugrás közben nem feltétlen a legegyszerűbb eredményeket hozza. De nézzük még egyszer. Gondolom, hogy itt nem nagyon kell sietnem, mert a felvételnek a gombának ez... Erre most kisebbet ugrok? Nem ugrok kisebbet, csak úgy tűnik. Aha. Nem jó. Nem jó. Hogyan kell ezt megcsinálni? Ez itt nem fog átjönni. Ós! Áh, Istenem! De vajon vagyok. Félre gondoltam. Hogyan tudtuk ezt csinálni? Várjál. Nem lehet, hogy... Na jó, mindjárt megtanulom a használatát. Ez az! Jaj, ó. És ha lerakod? Aha, és hogy veszed fel? Egyszerű, megvan. Jó, most le kell rakni, és akkor a kavicsról fel tudok ugrani? Láttad, hogy ott volt egy gomba? Aha. Na és hogyha erről akarnék? Ó, most nem mondod, hogy... Jaj, ne! Oké, hát ez így nem a legjobb megoldás volt, nem várjál. Lehet, hogyha sprintelve... Aha. Kapsz egy egész HP-t. De most végigugrálsz összesen a HP-t. Ó, értem, az egy up nevű gomba, ami plusz egy életet biztosít számunkra, végigugrál azokon a kis hangjegyeken. És olyat lehet egyébként, hogy ledobom a kis gonosz... Ha igen, lehet.
És gondolom az Decepticonokat. Ha és megint feljön egy. Ha megfontoltan haladok, nem mondom. Nem ez a leggyorsabb végigjátszás ebből a játékból a neten, hogyha jól sejtem. De értelmes, vagyis egy érdemes legalábbis ezeket a részeket jobban megfigyelni és begyakorolni. Itt fel fog minket fújni? Kővel együtt. Úristen, milyen tornádó az ilyen. És ezt úgy kellene, hogy... Várj, azt hogy veszed fel? Úgy gondolta, hogy én majd balról átugrom. Ez már a pálya vége. Hát, ezt nem tudod úgy megcsinálni. Most a kavicsunk az ott van jobbra. Ezt át lehet vinni? Nem lehet átvinni. De figyelj, én ezt nem értem. Azt hogy veszed fel? Várjál, nem lehet, hogy ezt a kavicsot kell ide tennem? Nem jó, mert mindig beesik. Próbáljuk innen. Hát, lehet, hogy ez lesz a megoldás, de... túl messzinek tűnik nekem. Nem, ez túl messze van. Nem tudok rájönni, hogy hogy szedjük azt onnan össze. De ez itt már a pálya vége, úgyhogy megvagyunk. Ez csak egy kis egyszerű mini pálya volt, hogyha jól értelmezem, hogy folytathassuk az építkezést. De azért így is volt halálunk rajta. Vagy hát nem tudom, hogy halálnak számít az. Szóval, most, hogy ez megvan, és hoztunk a sivatagból a követ, hogy meg lehessen építeni belül a lépcsősort. Ó, oh, hát ez szuper gyorsan működött. A életben minden ilyen gyorsan épülne, bárcsak nem kellene nagyon szívni itt a lakás felújítással nálam. Na most lemegyünk, és akkor elméletileg mind a három csapás folytatható. Azt mondja, hogy most már új építési opcióink is vannak. Hát nekem 1300-an van, úgyhogy menjen a főcsarnok. Biztos vagy benne? Persze. Oké, kezdjünk bele az építkezésbe, mondja. Hány pályás volt? 4 vagy 5? El is kezdték a harmadik emeletet. Azt mondja, hogy ide kell jönni. 6 új melónk van. Most jött be néhány munka. Az 1/6-tal megvagyunk, a 2/6-tal megvagyunk. Swing, Klo, Swing. Ez lehet, hogy Cicás Máriós. Swinging Clothes? Nem, akkor ez nem az. Azt mondja, hogy... Csak végig kell menni a pályán. Nem tudom, mi ez a Swinging Clothes. A swingelni az azt jelenti, hogy így... tarzankodni, tudod? Mint egy inda, ami felül rögzítve van, és akkor jobbra-balra leng. Szóval lengeni. A Clothes az pedig egy karom. Aha, na, valóban tényleg az ilyen lengő karom téma ez. És azt mondják, hogy... Ez mi volt? Tudod, hogy miben volt ez a kis hang? Ez a izében volt benne, a Mario Paintben, vagy mi volt annak a neve? De most akkor az oda megy, én nem mehetek ki, ide kellene egy... Kellene egy kulcs. Most nem értettem, hogy itt mi történt. Ti értettétek, hogy mi történt itt? Most... Elkapja azt a furcsa hangot kiadó figurát. Kapunk egy gombát. Milyen furcsa, 8 bites zenék peregnek itt. Az egyik felvette, másik lerakta, és oda kellene kidobniuk. De azt úgy kellene, hogy... Hogy odálljak alá. Várja, talán így. Nem jól csinálja. Ó, persze, még el is rontottam. Na várj, a bal kar felveszi. A jobb kar nem kapja el. Mert lehet, hogy így rájön. Hopp! Tökéletes! Jó. Hát talán haladunk. Most már értem, hogy mit vártak volna el tőlem. Nem feltétlenül a legegyszerűbb ez így. Szóval ez megfogja. Az leteszi. Az tovább hozza. Nem fog elérni mi? De eléri. Most kell ide jönni. Tökéletes. Azt hiszem, hogy kezdek ráérezni. És megyünk tovább. Na itt most balra ki fog jönni egy... Igen, azt ledobja oda szépen. És kiszabadítottuk a izéket. Az a P betű az egy... Nem jó. Még egyszer. Tehát amikor odaér a Klo, akkor kell, hogy lehúzzuk. Most.
ki tudja venni, át tudja hozni ide, és most kell elengednie, tökéletes. Ez egy tök jó új játékmód. Nem is láttunk még ilyet. Janka, live, összekövetést. Üdvít nálunk a vészkórusban, ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Az most belekerült abba. És mi lesz? Most nem látjuk a megoldást, de állítólag ezt le kéne hoznom ide. Ó, csak rám ne essenek. Jó, az beleesett oda. Az most le fog jönni ide. Akkor én most megkapom azt a... Ó, na megy már, ez tök nehéz. Na hát... Na hát, ez nem volt szép, és nem is volt checkpointunk sehol. Oké, még egyszer. Hallod, mennyit szívtunk, mire ez meglett? Hát ezt nem is hittem el. De hát azzal a izével, amivel Baby Bouncer ott abuzálni szokott minket. Várjál csak most esetleg. Jó, így vagy úgy bele fog menni. Szóval Baby Bouncer ugye mindig abuzál bennünket, amikor beleszáll abba a furcsa szerkezetbe, amivel ő tud utazni. Legutóbb szerintem a izében is láthattuk a Yoshi's Crafted World-ben. Ott abból gombát fogadni, ugye? Tökéletes. Kulcs is megvan. Mehetünk. Következő. Felvette. Sajna lejtette. Béna voltam, de nem baj, talán ez még meg lehet, hogyha ő felveszi. Jó. Megállunk itt szélen. Megvan a kulcs. Mi következik most? Ez még nem az a rész, ez még a P betűs. Itt a klóra kell majd figyelni, ha jól gondolom. Most? Elrontottam. Nyilván. Aha, és akkor most kicsit rá húztunk az időre. Most kellett volna, hogy elengedje. Hát, hogyha itt maradsz, akkor a kapcsoló folyamatosan átfordítva tartja ezeket az elemeket, és így lesz meg. Nagyon gyorsan haladunk most ahhoz képest, hogy milyen volt ez előbb, és szerencsére most a gombánk is megvan, úgyhogy most elméletileg nem kéne, hogy gáz legyen, felveszi, kihajítja, nem esik bele. Engedd el, azaz. És annak le kell onnan ugrania valahogy. Nem jó, mert kiveszi bele véletlenül. Hú, ez így nehezebb lesz. Mert hogy be kell állnunk ide alájuk. Aha, és oda, ott nem is fogja elérni mi? Ó, oh, ne. Nem fogja elérni a hajót, vagy nem tudom minek nevezzem. Látod? Azt a mindenit, ez hogy lesz meg? Jé. Nyilván nem tudok felmenni oda. És ez így soha nem lehet már meg. Várj, szóval, ó, Istenem, még el is rontom. Nem az? Nem, itt nem mehetsz ki sem. Hogyan tudnánk visszahelyezni, mert ez így egyértelműen problematikus, hogy a hajó túlságosan kijött. Felveszi. Nem jó. Hogy lehetne belerakni, hogyha túlságosan kijön? Á, esélytelen, hogy beleessen. Ez konkrétan start over. Nagyon sajnálom, mert amúgy tökre jól haladtunk és gyorsan sikerült idáig eljutni, de úgy tűnik, hogy ez a pálya így emiatt neccesebbnek tűnik. Lehetett volna talán valami extra segédanyagot behelyezni az építkezéssel, nem? Tehát, hogy van ebben a játékban egy olyan, hogy pártokat lehet lehelyezni, hogyha könnyíteni akarnád magadnak. Megnyomom ezt a gombot, és akkor le tudok rakni magamnak gombát, meg egyebeket. Aha. Overbuttont is. Hát lehet, hogyha ebből raktam volna oda, amikor lejti éppen, akkor pont besétált volna, de á. Nem akarunk törölni semmit, nem. Let's go! Na még egyszer, négy részen kell túl lennünk, és utána az ötödik jön, az lesz megint a szuper szívás. Tehát ezt úgy kellett, hogy így csinálod meg, utána ott. Így van, és az egyik elkapja a másikat. Jó, oké, mehetünk. Szerintem ennek ez a gyorsabb menete, legalábbis a normálisabb.
könnyebben kivitelezhető, az ott le is jöhet. Ez így pont nem veszi fel. De felveszi, csak pont le is rakja, mert ennyi eszem van. Na még egyszer. Itt jön a második. Csak meg kell állnom, ez helyre teszi azzal, hogy itt állsz. Aha. Szóval ő azt megfogja és rossz helyre teszi le, hogyha ide állsz. Most kell felugranunk. Eddig tök jó minden. Így. Felveszi. Nem jó, elhurcibálta sajna. Most lesz a jó. Hú, és megvan, és most jön az a rész, amin nem tudunk egyszerűen sehogy sem túljutni, mert nem tudjuk kiszedni onnan azt a furcsa hajót. Most viszont... Jó, most okosba. Ó, Istenem, már megint mekkora mag vagyok. Engedetles. Jó, és most erre kell jönnöm, hogy... miért a hajót figyelem, de mi... Júj, még van két próbálkozásunk. Mindenki szét fogja röhögni az arcát. Hogy lehet Móki ennyire béna? Mi van vele? Megkaptak ezek a skillek? Vagy hogy történhetett ez? Katasztrofikus. Igen, unalomig ismert részekben vagyunk jelenleg. Most jön, felveszi, már el is indulhatsz közben, egyik veszi a másikat, itt megállsz ennél a résznél. Egyszer. Kétszer. Ó, de... Azt honnan hozta amúgy, azt innen vitte, vagy nem? Honnan hozta le, vagy nem tudom, innen vitte fel? Fogalmam nincs. De szarul sült el, az biztos. Gyerekek, ezt ne nézzék, hát itt már szerintem ilyen... Hihetetlen... Hát hogy mondjam, szóval, hogy a rossz végére kerültünk a dolgoknak, ugye? Elképesztő szívás történik. Felvesz egyet, felvesz kettőt. Ledobja ide. Ledobja oda. Ezt biztos, hogy engem nem kaptok el, szevasztok. Jó, hogy a lendület megmaradt a karakterben. Szevasz, ógre, mi a helyzet, hogy vagy? Elindul erre, akkor ő így nem tudja felvenni, de nekem nincs is sok dolgom, csak annyi, hogy itt megálljak. Még jó, hogy egyébként az egyik klón nem adja át az egyik, tehát hogy az egyik a másiknak, ugye, miközben viszik. Hát az ott nem nagyon jó helyen van. Most már jó helyen van. Ezt úgy kellene, hogy akár most ez így elindul. Felveszi. Mi megyünk balra, a P betű nem jön le, de nem baj, mert... Ne vedd fel! Most mind a két oldalról szar lett, na várjál. Hát nem hiszem el. Most! Ez az. Komolyan mondom, nehezebb, mint gondolnád. Na még egyszer. Ott van. Most áthurcibálja és ledobja. Tökéletes. Az tök jó, hogy a kulcs azonnal ránk teleportál. Na figyelj, felveszi. Most nem szabad elrontani, felveszi. Elindul jobbra, kiengedi. De ez felém jön, az a baj, várjál. De nem baj, megoldom, mert le kell, hogy jöjjön. És hogyha kiütött belőle... Aj, de szép! Végre megcsináltam! Hát mennyire sokat szenvedtünk ezért, hogy meglegyen. El se hiszem, hogy végre az ötödik próbára meg is lesz. Ó, hát nyilván nem vettem fel a tetejét, mert ennyi eszem volt, nem baj. A lényeg, hogy meglett. Fú, 41 coint hoztunk innen haza, miközben most költöttünk el 1300-at. Az nagyon nagy költés volt amúgy. 198 van összesen. És ez így a main hall harmadik emeletének, a főcsarnok harmadik emeletének az első kalapács ütése volt. Oké, rendben. Nézzük a következő pályát. Three top fireballs. Szóval ültettem néhány fát, elég jól néznek ki, de nem vagyok benne biztos, hogy mennyire erősek ezek a fák. Szóval megpróbálnál felmászni 12-re, mielőtt befejeznéd a pályát? 12 fára?
Ez egy egyes nehézségű pálya, ezt bárkinek meg kell tudnia csinálni. Tehát ideültetem a nagymamámat, aki életemben nem játszott, vagy életében nem játszott Mario-val, szerintem fixen. Útira meg tudja csinálni. Ó, ez a Wii U grafika lesz. Ez micsoda? Ez miért megy random helyeken? Ez mi? Ez fulli cucc. És erre rámész, akkor az... nem, semmi érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy mikor kezdenek el azzal szivatni. Egy ellenségeket raknak a fák tetejére. Eddig jól megyünk. Nem tűnik nehéznek. Van egy tízes. Meg vagyunk vele. És itt most oda kell felmennem? Várja, minden fára felmásztunk? Igen. Kár, hogy itt nincs benne az N64-es mechanika. Amikor hirtelen fordulsz, és egy oldalra szaltóval ugrik Mario. Ó, nem mondod, cica Mario vagyok. Aj, nem, ez a cicás Mario mégiscsak. Nem is a Wii U verzió. Még van egy csomó időnk. Aha, és akkor így lehet ezt megoldani. Ez tök menő. Most elrontottam, azt hiszem. Meglehetősen. Tök jó, hogy végig lehet menni csillagban, csak milyen kár, hogy elrontottam, ugye? És akkor ezen kívül már csak a jobb oldali fa van hátra. Aha. Tévedtem? Melyiket hagytuk ki? Várj, az utolsó fa nem lehet, hogy a célvonal lesz maga? Hiszen arra is mászni kell, ugye? Ott volt egy tízes. Jaj, ne. Visszamehetek, bocsánat. Köszönöm. Azt a 10 coint én nem hagyom ott, amikor 1300-akat kell fizetnem. Ez rossz lesz? Nem, jó lett. Jól ledugták egyébként. Az egész szerencsésen jött ki. 72 coin. És nézzük, hogy mennyi lesz még itt a végén. Felmászhatok ide balra? Hát fel, csak minek. Megvan mind a 12, és hogyha fennmaradsz ezen, akkor ez lesz az, ami felvisz. Úgy, ott is van. Hát nem vitt fel, de azért nagyjából a 85-öt megszereztük. Mi a helyzet? Mindenki bealudt? Vagy nem szeretnétek már jót? Szóljatok, mert játékot válthatunk, hogyha esetleg arról van szó. 100 és 85 coin, 383-nál járunk jelenleg, jöhet a következő pálya. Ez volt a főcsarnok harmadik emeletének második kalapácsa. Még több coinra van szükség? Mondja a főnök. Hát rajta vagyunk amúgy. Ezzel most már a harmadik oldal is megvan. Szevasz Elmira, jó estét! Plenty of cheap chips in the sea. Szóval, hogy cheap chipeket kell... értem. Szóval, hogy a... az óceán aficionado nevű fickó kicsit túl szaporította a chip-chipeket, és már azt se tudja, hogy mi történik itt. Ezt hogyan lehet legyőzni? Kérlek, valaki segítsen, mondja 150 coinért cserébe. Hát nézzük, mindjárt megvagyunk egyébként a kastély harmadával, ha jól számolom. Mik azok a chip-chipek a játékban? Nyilván valami madárra gondol az ember, de lehet, hogy a... ahol nem, ez nem madár. Ez nem madár, de van szárnya, vagy hát úszonya. Sűrű csapatban ezt fogják vetíteni, amikor esik. Most miért mondod? Ennyire nem lehetek rossz. Szerintem viszonyat király. Én nagyon szeretem ezeket a játszásokat. Csak akik meg ezt kérték, azok meg nem is jönnek el rá, úgyhogy akkor lehet, hogy nincs is értelme velük foglalkozni. Na, menjünk felfele. Mielőtt a baloldali
Csip-csip sereg elintézne bennünket aknákra vigyázni. Oké. Okay. Pedig annyira tudtam, hogy az ott lesz. Aknákra vigyázni. Még egyszer. Na még egyszer. Nézzük, hogy most vajon jobban sikerül-e pálya teljesítése, mint eddig. Szerintem ott jobban jártunk, hogy lent mászkáltunk, nem? Ez az előbb is ilyen volt, hogy volt egy checkpoint középen? Érkeznek a brutális halak balról, amik Csip-Csip névre hallgatnak. Hát én nem tudom. Gyerekkoromban még csókák voltak ezek a Csip-Csipek, most meg nézd meg, hogy mi lett belőlük. Szóval vigyázni a fejre. Átmész, és most oldal irányba kell mennünk, úgyhogy nem kellene felfújatni magunkat itt. Az a 10-es az mondjuk jó volt, az király volt. Örülsz neki, hogy van egy kis Mario? Na, helyes, valaki végre. Már itt aggódtam. Checkpoint! Diadezgen, ahogy vagy, Mizu? Megvan a checkpointunk. Ó, ne, ezek a talpas lények, mit csinálnak itt lent a hernyók a víz alatt? Ti láthatok már vízi hernyót? Minden coin felvételre kerül, semmi nem maradott még az a 10-es sem. 96-tal, mindjárt megvagyunk, mindjárt. Kezdjük az alsókkal, egy extra élet. Ez az. És megvan, mehetünk. Nice, 110 coin. Lehet, hogy ez már a pálya vége, hát persze. És még egy uppot is kaptunk, meg 120. Ja, de az uppot miért adja oda? Mario time! Na, ez jó kérdés, hogy miért kapunk egy extra életet, amikor ugye éppen a befejezést csináltuk meg itt. Ez egy egyszerűen befejezhető pálya volt. 270 coinnal megyünk tovább. 630. A jobb oldali és a bal oldali csarnoknak a felépítése emlékeim szerint nagyjából 1200 coint vett igénybe, úgyhogy megyünk már is tovább az alappályákon. Fire Koopa Clown Carnage. Ez milyen pálya lesz? Fire Koopa Clown Car, tehát ez egy bohóc autó, tűzkúpás. Készen áll a nagy expedícióra, nyomd a háromszöget, hogy feltöltsd a fireballokat és a hardlockokat kilőhessd. A csuklom, oké, mehet. Teljesen más, mint gyerekkoromban, amikor Tibi bácsi köszöntött az elektor kalandorokat, telefonon keresztül irányították. Emlékszem arra. Mindig kíváncsi voltam a technológiára, ami a háttérben állt, hogy hogyan lehet Mariót irányítani egy telefonnal. Nyilván rohadt nagy delay-jel, hogyha belegondolsz. Ez lenne az? És azt mondja, hogy supercharge. Ja, igen! És feltöltöd? Aha. Értem. Opszi. Jó, itt vannak nagyobb durvítók, úgy látom. De nem nincs szükség komolyabb lövésre velük szemben, elegendő a normálissal is megcsinálni őket. Vigyázzunk a kalapácsosokra, mert nagyon messzire képesek dobálni, mint ahogy azt már gyerekkorunkban megtanulhattuk. Ki kell szállnom? Checkpoint. Ez mit csinál? Ez micsoda? Ez mit csinál? Ezt nem értem. Itt még soha nem láttam. Hát most mi kellene, hogy történjen? Tök, hogy a coinnal vezetnek a pályán, hogy mit kerülj el, merre kell menned, merre nem kell menned. Oppá, na most szedték le a fejünkről azt a ízét. Jó. Hát ezt nem sikerült kihoznunk a végén. Hogy ezek felfele dobálóznak? Egyet talán sikerült eltalálni, akkor itt sietve kell átmenni, amíg nem... Naha, nem jó. Egy megvan megint, akkor itt egy kicsit óvatosabban. Ezt az életet hogy szok... Várjál, így? Ja! Értem! Ez tök jó. És akkor itt kapunk egy másik kocsit. De miért? Hogyha elveszítenéd az előzőt, vagy... Ez iszonyat szórakoztató, és lehet elbújni a kocsiban, most látom. Ha lehúzod a fejed, akkor el vagy bújva, és nem találnak el. Hát ez gyerekkorunkban szerintem nem egészen így működött. Maradjunk annyiban.
Mármint olyan értelemben, hogy azért ez sokkal menőbb már. Hát hiába a technológia azért nagyban hozzájárul ehhez a játékhoz. Na, a kucsi, hát már itt vártalak, hogy mi van már. Hát mondom, elindítom a Mariót, ezt nem jön soha. Ezt ott gyorsan megcsináljuk. Akkor maradunk ennél is. Így. 10 coinért. Tök jó lenne, hogyha kiugorhatnék. és akkor ide be kellett ma hoznom? Vagy hogy? Amíg fent van, addig... Ezt nem értem. Ezt hogy lehetett volna megcsinálni? Jaj, lehet, hogy ki kellett volna törölni egyet a túllal, ugye? És akkor, ha kitöröltél volna egyet, akkor felugorhattál volna. Na hát ott volt még vagy 20 darab szerintem biztosan. Na mindegy, hát ezt most elrontottam, de legalább már megvan a negyedik is. Nézzük, leadtam most 2 streamet, 3 helyen moderáltam, alig vártam vége legyen. Aj, de miért csináltál ilyen hülyeséget magaddal? Emiatt nem tudsz hozzánk jönni soha, mert ilyen hülye túlvállalásokban vagy benne, mert kit érdekel moderálni máshol. Nálunk nincs is moderátor, itt kezdődik. Szóval, hogy csináltam egy kígyó blokkot, kígyó blokk teszt áreát, azoknak az emberek, akik szkeptikusak a kígyó blokkokkal kapcsolatban, próbáld ki magad, micsoda, és tapasztald meg a... Na mondjad már, mi az, amikor tömegközlekedés? A tömegközlekedés jövőjét tapasztaljuk meg. Hát nézzük meg. Milyen tömegközlekedés? Mi lesz az a snake bigyula? Snake block in the sky. Tényleg olyan ez a... Jaj, de szeretem ezt a Mario. Ez, igen, most itt eszembe, tehát tényleg olyan ez a fajta campaign, mint hogyha ilyen demo verziója lenne, ilyen ötletadója lenne annak, hogy hogyan építsd a pályáidat a Mario Maker 2-ben. Tehát az építhető pályák, azok szerintem itt ebben mutatkoznak meg. Ez zseniális, király. És el kéne mennem vele? Addig menjünk, amíg lehet menni. Most lefele megy, és csak úgy tudod összeszedni, hogyha megvárod? Nem. Jaj, ne, az nem gomba volt, vagy ilyesmi. Ó, azt elrontottam, de nem baj, nem baj, még gyorsan javítottam a szitunt. És itt le is fog menni? Visszamegy balra? És aztán szétesik? Ó, akkor 10 coin, vagy... Értem. Hát... Szerintem itt mindenképpen kellett... dönteni. Most vagy a 10 coint felveszed a zászló tetejéről, vagy lentről veszed fel, de akkor elössel a középső 3-tól is egyben. Nem baj, legalább megcsináltuk. Ez jó volt ez a... Hey, de most jut eszembe. Azt mondták, hogy a kígyó blokk lesz a tömegközlekedés jövője. Hát én nem szívesen ülnék más kígyójára, megmondom őszintén. Itt be is fejeztük akkor a főcsarnok 3. emeletét? Így van, jól néz ki. Nem, nagyszerűen, nem, csodálatosan, mondta közben a főnök. Úgy tűnik, hogy a vörös tód nincs itt. Lehet, hogy vécére ment? Ójaj, rossz a helyzet, nagyon nagy vörös problémánk van, mondja a Taskmaster. Nem kellene ezt hangosan mondanom, úgyhogy... meg kell menteni a vörös tódot, mert elrabolták, amíg mi... Micsoda? Itokban szünetet tartottunk, kérlek hozd vissza, mielőtt a főnök észrevenné, vagy mindannyiunkat kirúgnak. Oké. Előre is köszönöm, mondja nekünk a kék tód, akinek piros a feje. De ez a tód, nem? Tehát ez a régi tódunk, aki kék volt alul, piros volt felül. Nos, kézbe kell vennünk a tódot, és azzal kell... de menő, alacsonyabb a gravitáció. Ez meg olyan, mint a Galaxy. Hát komolyan. És a Cicás Mario zenét hallhatjuk közben. De nagyon szép zenéje volt ennek. Ugye, ez volt az a Mario itt már. Tévedek, ez nem a Galaxy-nek a zenéje volt?
Nem tudsz felugrani, Mario? Azaz. Aminek először szimfonikus zenekart tudtak már így mögé rakni. Ott van Toad. Most fel kell, hogy vegyem? Aha, és most ő nem szabad, hogy sérüljön. Ez nem jó. Szóval visszahúzódik először. Opszi! Oh, no. Azt hittem, hogy igazából nem is tudom, hogy mit hittem. Na jó. Még egyszer. Ezek szerint ez mégiscsak a Wii. A Wii-nek a Mario-ja lesz. Vagy az arra kijött egyik Mario. De szerintem ez itt... útira össze van keverve a zene. Egy másik epizód zenéjével. Oké, és visszahúzódik mielőtt... Hopp, nem ugrunk még, nem. Iiii, de necces volt! Jó, nem baj, még hozható, még megcsinálható. Amúgy itt nem volt még olyan... Dehogy nem, ott is van. Ez szerintem zseniális király amúgy. Tehát annyira szép ez a zene, nagyon ügyesek. Azt hiszem, hogy elgint elrontottam. Mert majom vagyok. Mert majomnak születtem. Igen. Hogy lehetett így elrontani mindent? Pedig amúgy nem nézett ki rosszul még az elején. Úgy nézett ki, mintha urámmal alatt tartanám az egész pályát. Aha. Kíváncsi lennék ennek a pályának a speedrunjára, hogy mások hogy csinálják. De hát nyilván ilyen iszonyat szaladásokba, ugrálásokba, kiszámolva minden egyes kockát és pixelt és mindenhogy, és tudva, hogy hogyan kell érkezni, meg ilyenek, szóval, hogy biztosan totál más, amikor valaki ilyen fullba tolja. Mario... nem is tudom, hopp, ezt nem így akartam. Mario szakértőként konkrétban. Menjünk fentebb. Ez az oldalirányú ugrás nem volt szerencsés, most ez az. Úgy kéne leesni. Esünk inkább vissza, jó? Így. Úgy tűnik, hogy nekem ez lesz a megoldás. Igen, ez lesz az. Ez milyen torpedó harcsa. Láttál már ilyet? Ezt elrontottam. Oh, no! Hát igen, van, amikor nem jön össze a nagy ugrás. Ajjajjajjajjaj. Végig tudunk-e menni ezen a pályán? Egyre nagyobb veszélyben a végigjátszás. Hogy sikerült ezt így elrontani? Már megint ezt kérdezem magamtól. De nagyon gyakran kérdezem a Mario Makerben ezt a kérdést magamtól. Olyan, mintha ez a játék direkt arra menne rá, hogy hogyan tudom még elrontani. Tehát ilyen... a megszokott módoktól eltérően. Na még egyszer, Toad már is itt van velünk. Ahogy leesik, már megyünk is oda be. Ne, várj! Jó, akkor menjünk ide inkább, és akkor Toad megjön velem. Inkább húzzunk oda. Ez az! Na jó. Itt még van esély a túlélésre. Kevés és csekély, de talán meg lehet. Rossz irányba lögdösnek tovább. Az ott egy up volt, ez az. Tökéletes. És oda egy 30-asért lehet beugrani. Ezt hogy szeded elő? Tehát innen? Vagy... Ne, várj! Jaj, Toad, már megint mi van veled? Oké, ez mondjuk szerencsés volt. Azt a 30-as coint nem tudom, hogy lehet onnan kiszedni, pedig egyértelmű, hogy szükségünk van arra a 30 coinra. Ez baj. De miért nem raknak amúgy egy checkpointot a pálya közepére? Ez annyira nehéz így. Még egyszer, de legalább már kaptunk egy életet. 23 coin van bent. Hát jobban járunk tényleg, hogyha így seggezünk egyet lefelé néha. Sok helyen vagyok moderátor, meg IRL dolgok. Ez a baj, ezt kell elengedni. Nem kell erőltetni azt, ami nem megy. Meg kell maradni nézőnek, vészkóristának, közösségünk kiemelt tagjának, VIP-nek, nem eltünedezni hetekre.
mindjárt visszahúzza magát. Ez meg lesz, ez az, ez az. Most a következő nagy ugrással. Már ott is vagyunk, hogy ez, az, ez a három is meglegyen. Haladunk tovább. Ezt majd nem elrontottam, pedig elhittem, hogy rossz lesz. Azt a 30-as én annyira össze... Tudod, hogy mi lehet? Be kell áldozni magad, ugye? Te feláldozod magad azért a 30 coinért. Ezek képesek úszni amúgy. A... az antigrav mezőben. Te olyankor mindegyik jönne velünk, hogyha úgy... Vagy az a kitaláció, hogy erről ugorj át. Aha. De most még nehezebb részek következnek? Ebből baj lesz. Igen, ez nem volt jó. Ez elkezd visszaszállni? Ne, várj! Ó, Istenem! Nem tudok visszamenni érte, ugye? Aj, ne! Nincs itt a célvonal! A francba! No! Várj, Mario, várj! Anélkül, hogy Toadot el nem hoznánk magunkkal, próbáljunk meg nem belemenni a célba. Amúgy érdekes, hogy megint levont valamennyit a coinokból, de nem tudni, hogy mitől van most ez a 30 nálunk, és mitől nincs ott az a maradék 30, amit mondjuk az előző pálya, vagy nem tudom, az előző próba során próbáltunk ugye felvenni. Tök érdekes, hogy mi alapján számolhatja el vajon. Opp, ezt el sikerült rontani? Nem. Egyszerűen is végig lehet játszani. Mondjuk úgy, hogy nem mész rá minden coinra. Hát kihívás az van bőven, igen. Főleg az antigravitációval számolni, ugye, hogy mennyire tudsz gyorsan átugrani A-ból B-be. Vagy mennyire nem. Például most nem ugrottunk elég nagyot ahhoz, hogy jó legyen. És akkor erről akar... Ah, értem, hogy mi itt a kitaláció már. Hát ez mondjuk így nem jól sikerült. Szerencsére most már megvagyunk. Tényleg be kéne áldozni magunkat egyszer, hogy ezt a 30-ast felvessük. Meg lehet állítani így a... Várj, Mario, várj! Nem tudtam, hogy a seggelést le lehet állítani. Ezt mindjárt kipróbáljuk, mert ez egy új mechanika. Eddig, hogyha azt a gombot megnyomtad... Látod? Lelassítja. Figyeld. Hát nem lemegy egészen a legaljáig, amíg nem... Lement. És ilyenkor mindig le van egy csomó coint. Jaj, ne. Most nulláról kezdem. Minden próbálkozásunk felesleges volt. Jó, többet nem mutatom meg ezt az új mechanikát. Nem kell az nektek. Aha, és ez már a speedrun, látod? Amikor így mész, és mindent elkapsz, és itt is át tudsz szépen ugrani, de nem akarsz te ott átugrani. Ha nem akarnád felvenni a 10-es coint, akkor ez is sokkal egyszerűbb volna itt. Visszajövünk gyorsan, mert itt hagytunk még egy ilyen 10-es bigy... Amúgy használjuk azt a 10-es bigyulát? Nem is tudom, hogy van-e értelme felvenni. Hát ilyen extra pontok gyűjtéséhez maximum. Na jó, de kijátsszam már jót pont gyűjtésre. Szia, Emeka, hogy vagy? Mi a helyzet? Ez éppen hogy csak jó volt. És szoktátok a Máriót úgy játszani, hogy pontokat gyűjtetek benne? Hát feljössz? Most tényleg? Hát erre az előbb ráugorhattam. Azt a mindenit! Olyan, mint hogyha valami... Mint hogyha valami végső pályán lennénk, pedig ez még csak a 30%-a a játéknak, de hát ez szerintem iszonyatosan király amúgy. A feje felé vált, most nem mondja már. Jaj, túl bel, túl rossz. Milyen kár. Még egyszer. Jó az a tüzes ízé, együttéssel többet bír miatta. Igen, igen, ebből a szempontból tényleg jó. Viszont, hogyha nincs rajtad és gombás vagy, akkor nem lesz attól rosszabb, érted? Az együttést, azt a gomba is megadja. Hogyha egyszer el... sap valami. Ú, ez nem volt jó ötlet.
Oh, no! Hogy megszívattam magam. Pont ezt mondtam, látod? Nem jó ez a tűz, nem kell az oda. Erre van szó, hogy minek az? Szia, picúr! Itt időre mennek a pályák, a jobb felső sorokban láthatod az időt, hogy mennyi áll rendelkezésre egy pálya teljesítéséhez. Ha lejár, akkor vége van. Már nem érdekel, már semmi nem érdekel. Várjál, Tóth, várjál. Mégis érdekel. Ez az. Így is jó. Ez az. Vissza a coinokért. Megyünk jobbra. Itt be is lehet ilyenkor várni a helyi haverokat. Most meg, nézd meg, szétszedtük a torpedó harcsát. Hát ez most miért történt úgy? Ez előbb meg miért nem így történt? Lehet menni. Ez fájni fog. Meglehetősen rossz volt ez a dolog így. Nem baj, a coin meglett. Hát... A következő tryban nem gyűjtünk coint, hanem csak végigmegyünk a pályán. Most! Megmutatom, mennyire egyszerűen is... Tehát a következő tryban... Ezt vágjuk ki majd a vodból. Megmutatom, hogy hogyan lehet megcsinálni coin gyűjtés nélkül full egyszerűen ezt a pályát. Nem lesz nehéz. Tökéletesen el vannak helyezve az elemek pontosan oda, ahol lenniük kell, hogy gyorsan is tovább mehess. Mondom, coin gyűjtés nélkül. Mindegy, ezek még az egyszerű coinok, ugye? Ott is vagy. Checkpoint tényleg nem ártana a pályára. Nem, nem kell az, gyerekkorunkban sem volt. Most se lesz. Ez az. Seggező. Következő. Mik ezek az akadozások, Mario? Elnézést, mi ez az FPS drop? Következő. És most? Tökéletes. Ezeket most nem bántjuk, nem kellnek az extra pontok, helyette ez kell itt lent. Így. És tökéletes. Oda néz. 3 pont. Jó, nem baj. Mondom, hogyha nem figyelsz a coinra, akkor sokkal egyszerűbb megcsinálni. Csak hát ugye ennek a játéknak az a lényege, hogy a coinokat összegyűjtögesd, úgyhogy... Hát ugye az érmékből épül a kastély. Most mennyink van? Hogy értél, csak 50-et adott hozzá? Á, visszahoz. Ja, mert ez egy külön misszió volt, amikor a Tódot kellett kiventeni. Megmentetted vörös Tódot! Már el is felejtettem, hogy erről szólt a pálya amúgy, de milyen jó pálya volt ez, nagyon tetszett. 1098, hamarosan folytathatjuk a következő pályaépítését. Nem tűnik úgy, mintha a főnök észrevette volna, nagyon helyes. Szóval, szedd ezeket az érméket. Ha melókat akarsz, akkor tessék, nálam vannak. Azt mondja, River Fish in the Forest. Oké, mehetünk a folyami halakra az erdőbe. Micsoda? Elárasztottam az erdőt a csíp-csípekkel. Azt gondolod, hogy végig tudsz menni? Ez a kérdés. Hát, csak nem kellene tudni végig menni. Egy bizonyos mágus volt az, aki a csíp-csípeket a vízből kihelyezte az erdőbe. Jaj, de jó, ez a Mario, de szeretem. Szóval ez a Mario 3 volt? Ó, az... Aha. Ez nagyon érdekes. Várj, most ez hogy legyen? Ha, jó, így még éppen össze tudtam szedni. Ezek olyanok, hogyha túl sokat állsz rajtuk, akkor lemennek, ugye? És ezekre meg rá lehetett ugrani. Jó, Yoshival próbáljunk okosba menni. Hát szuper király ez a játék amúgy. Iszonyatosan jó. Már annak, aki szereti a régi Mario-t. Ops, az ott elszaladt. De már rajta vagyunk újra. Le kell, hogy jöjjünk. Vár, itt teljesen eltűnik a pálya. Ó.
Gary Tinderre a coin. Wow! Ilyet lehet csinálni? Ez tök jó volt. És itt van a pályának a vége. Ezt szerintem véletlenül lerövidítettem. Ez 150 coinos volt? Mert akkor most lehet, hogy benne vagyunk a... A jobb oldali csarnok építéséhez szükséges mennyiségben, ugye? 100, 150, jó, megvan, megvan az 1249, 1200-ből mehet a nyugati csarnok építése. Azt mondja, hogy a vörös tód végül, vagy végre visszajött. Ez nem egy WC szünet volt, hanem egy egész WC vakáció. Na mindegy. Újabb építkezési opciók állnak rendelkezésre. Hát akkor mehet a nyugati csarnok második emelete 1100-ért. Biztos vagy bele? Persze. Kezdjünk hozzá az építkezéshez. Ez hány pályás lesz? 4. Végi játékokra hasonlít, vagy ezeket válogat? Hasonlít. 4 különböző játékból veszi az elemeket. 5-ből. 5 különböző játékból. Azt mondja, hogy most már a fedezet megvan az építkezésre, minden megvan, már csak a pályákat kell csinálnod, hogy teljesen múljon az idő, amíg el nem készül. Azt mondja, hogy a felhők fölött, túl, az indákon? Micsoda? Ha tudni akarod, hogy mi van az indák mögött, szolgáld ki magad. Nézzük! A Super Mario Makernek ez a single player kampánya, ez csak egy nagyon apró része az egésznek. Ha belegondolsz, hogy végtelen pályaépítési opciód van. Ez volt a New Super Mario Bros. Deluxe, nem tudom mi. Ó! Várjál, az a gomba az kéne. Aha. Jó, ez az oldalmászás, ez nem erőssége Mario-nak egyáltalán. Átlós irányban nem tud haladni sajna. Ez a fogás nem, amikor föléd ér, vagy nem? Kettő elment, de nem számít. Gondolom jobbra, aha. Jobbra is lesz valami. Ezt nem tudja, hogy fel kellett ezt venni, vagy sem, de én felvettem inkább. Addig menjünk át, amíg lent van. Ez olyan lesz, hogy ki kell ugranod? Hú, de súnyi ez. Ah, tudtam, hogy a fejem el fog érni. Most is keresztbe fognak esni, ugye? Azt a mindét majdnem összecsípték a kis izé kalapomat. Wow, ez tök laza volt, hogy fel tudtunk ott ugrani. És itt mi van? Checkpoint! És minek kéne itt lennie? Ja ez, ez a dobálós. Na, ennek kár, hogy most nem lehet itt ráugrani a felhőjére. Biztos? Dehogy nem! Mekkora jó! Itt vigyázzunk kell a bombadobós fickóra. Ez tök jó, hogy a felhőjét viheted magad. Mi? Még a izé is jön. Hogy hívták ezeket a kutyákat? Meglepően gigantikus dogónak. Ez az, megoldott. Áááá, Mario! Nem baj, már itt vagyunk a célnál. Húzzunk el innen. Igen, a Zeldában átlátogattak a búbú. De ez nem búbú volt, nem? Hanem izé volt a neve. Ez hova megy? Ne rá kellene ugrani a célra. Tökéletes. Micsoda kiszámolás? Hát hiába az évek meg a tapasztalat. Mario time. Nem Pac-Man, hanem a... Nem búbú volt, hanem... Jaj, mi volt annak a neve? Na, hogyha eszembe jut, akkor majd megmondom. Egyébként M. Hajnal biztosan tudná, ő azonnal kitalálná. Amikor a Link's Awakening-gel játszottunk, akkor egy ilyen kutyát kellett vinni magunkkal össze-vissza. Goomba Clubhouse. Imádom a gumbákat. Annyira szeretem őket, hogy csináltam egy klubházat nekik. Hát nem nagyon cukik, amikor ott a clear pipe-okon mennek keresztül. Valaki kérem, lógjon velük egy kicsit. Még fizetek is értem, mondja a gumba. Szerető, fickó vagy nő. Hát jó, lógjunk akkor velük. Átlátszó csöveken fognak ők is mászkálni, meg mi is. A Goomba Clubhouse-ban. Bow wow. De nem is az volt a neve a izében. És a izében mi volt a nevük? Ezt hogy éred el? Úgyhogy kell egy gomba és vissza kell...
Azt a de jó, hogy szembe jön és nem tudnak megbántani. Szóval erre a gombára szükséged van. Jelzni, nehogy szembe jöjjön, pont ezt mondtam. Ez így nem jó. Most meg kell várni, hogy ők lejönnek. Oké, ez sokkal bonyolultabb pályának tűnik. És kulcsokat kell szedegetni. Akkor jegyezzük meg, hogy hol jártunk már eddig, és hol még nem. Várj, Mario, ott az a kis lyukon próbálj meg nem leesni. Nem mehetünk be, mert ez mindig erre jön, sajna. Még a 10 coinos ott van eldugva. Kis lútyúj. Na ez mondjuk nem volt szép. Ez súnyi volt. Á, hogy itt lehet lemenni. Nem is rossz, nem is rossz. És ez most megindul szembe. Aha. Már értem, hogy hogy működik neki. Ott van az őrposztja, mindig ott van. Voltam fent? Igen, de itt alul kellene, hogy legyen. Oda hogy mész be? Alulról? Jött középen kell felugranod? Gyere! Hát most ott fel kéne tudnom ugrani. Oké, megvan 3. Tök jó ez az üveghang, amikor lépkedsz a pipe-nak a tetején. Ez is már a cicás Mario-ban jött be először. Sőt, szerintem ez maga a cicás Mario-ból vett csomó minden is, ami itt látható. Mind a grafika, mind a játékelemek, futási mechanika. Itt lehet lemenni a 4 coinért? Aha. És gondolom, hogy ez nekem kellett ahhoz, hogy feljöhessek ide a túloldalra, ami majd a kijáratot fogja jelenteni. Mi volt a neve a kutyának? Rá kell jönnöm. Link's Awakening. Ha ő erre jön, én arra megyek. Ez az. Nagyszerű. És az utolsó pedig erre volt fent talán. És megvan mindegyik, vigyázzunk. Ott a szuper kulcs. És itt lefele. Ez így már megvan ez a pálya. 38 coint szedtünk össze rajta. Az idő az nem lesz túl szép, lehetne gyorsabban is menni, gondolom. Várj. Azt hittem, hogy nem fog beengedni. Ezt úgy gondolta, hogy... Hát, nem tudom, hogy ez... Hogy lehetett volna... ott kimaxolva csinálni. De minden esetre megvagyunk. Majdnem 200 coin jött ki a pályából. 562. Ez volt a második. Kíváncsi vagyok, hogyha egyszerre rakod be a két emelet építkezését, és úgy csinálod a pályákat, akkor két felé számít-e, vagy lehet egyáltalán ilyet csinálni, vagy sem. 37%-nál járunk. Megnyitottuk a következő munkatabot. 3? Micsoda? Nem, ezeket már megcsináltam, ugye? Igen. Remélem. Jó, és akkor áll rendelkezésünkre 8 pálya. Itt már ilyen nagyon nehezek is. Próbáljunk meg a nagyon nehézen végigmenni. Persze eddig sorrendben haladtam, most meg már nem. Azt mondja, hogy dash through. Tehát át kell szaladni, vagy csúszni és megnyomni a gombot. Utána szaladj előre minden erőddel. Gyorsabban, mint a fénysebesség. A ragyogó jövőbe. Ne csináld. Ez milyen pálya, hogy a legnagyobb nehézséget mutatja rajta? Ez valami nagy kemény szivatás lesz? Az baj. Nincs túl sok időnk. És már értem, mit akar. Wow. Ez nagyon menci. Ó, ne! Túl nagyot ne essünk azért. Hopp, ez az. Azt mondja, hogy fénysebességgel? Nem volt elég időm, pedig már tuti ott voltunk a célnál. Azt a mindenit, ez nagyon kemény pálya, itt nem lehet rontani. Még egyszer.
igen, és most sietős vissza, megnyomja, és tovább, és fel, és tovább, és fel. De vajon meg tudom-e csinálni? Egy, kettő. És következő, és kövi. Igen, 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 ó, nem, de ott jó. És 4 másodperc, 3 másodperc, 1 másodperc, azt a mindenit. Ez nagyon menő pálya volt. Hát nem sok időnk maradt, de a 300 coinost megcsináltuk. Kicentíztük, igen amúgy, de hát gondolom, hogy ez mindenki számára ilyen, hogy csak is és kizárólag kicentízve lehet megcsinálni. Mert hát senki nem tud gyorsabban menni, mint a limitje ugye Mariónak. Ez királypálya volt. Na, mehet a következő, az 5. tabról. Booze Towering House of Terror. Jaj ne, nem akarok kísértett kastélyt. Inkább a kis csillagos csináljuk meg. Hogyha bárki megkapja ezt az üzenetet, kérem segítsen, vagy küldjön segítséget Bowser Jr. Micsoda, megostromolta ezt a kis planétát, és azonnal segítségre van szükségünk. Furcsa itt a gravitáció, de még a B nyomásával lepattoghatsz az enemikről, hogy superjumpot csinálj. Oké, mehet, készen állom. Ez menci pálya volt az előbb. Fél percünk volt az egészre, és csak szaladni kellett, mint a fénysebesség tényleg olyan volt. És most mi lesz? Egyre fentebb és fentebb kell mennünk? Ó, tényleg furi a gravitáció. Most legalább van időm. Nehéz így kiszámolni a magasságot, ami... Ups, ezt mindig elrontom. Uh-huh. Ez lesz az. Pont akkor kell megnyomni az ugrást, amikor a hangjegyhez hozzáér Mario. Ez hogy legyen? Legyen így. Mi? Várj! Nem szabad leszáll... Hagyjad már! Várj! De most nem már léci! No! Nem szabad hozzáérni a földhöz. Hát így azért más egyből a fekvése a dolgoknak. Aszta! Na várjál, még egyszer. Akkor most hagyjuk a... Hagyjuk a coinok? De hogy hagyjuk? Kell a gomba mindenképpen. És innen már is oda érkezel, ez az. Ez a speedrun most, ez már el van rontva, nem baj. Lehet, hogy a nagyobb gombás Mario az jobb esélyekkel halad itt tovább. Ez lesz az. Ha, tök jó volt, csak nem szabad balra nyomni. Ott volt egy pixel, amit nem sikerült eltalálnom. Szerintem ez a 8 bites Mario egyébként iszonyatosan menő. Kedv van, mit fogtok csinálni a hét hátra lévő részén? Nem éri el? Nem szabadott volna a jobb oldali, hát az analógot nem nyomni tovább jobbra. Még egyszer. Tök menő lehet, akik úgy játsszák ezeket a pályákat, hogy ténylegesen ilyen speedrunnerök, tudod, és olyanokat mutatnak, amit el se hiszel. Például, hogyha ide jössz és átugrasz alatta, meg ilyenek. Csak ebben a játékban nem is tudom elképzelni se, hogy... Ez nem jó. Hogy lehet speedrun csinálni, hiszen... Kellenek a coinok. Megvan a checkpoint. Az mi az a holdacska? Ja, csak úgy random ott van rajta, aha. Random gomba is van. Nem, tévedek, az a gomba, az bánt téged az a holdacska. És ha megnyomom ezt a kill gombot neki, nem sikerül. Ó, még a dobálózósokat, azokat hiányoltam. Kajak le tud esni. Nem baj, elintéztem, amit el kellett. Ez már a vége? Ott van Bowser Jr. Wow. És ezt hogy oldod most meg? Ja, hogy a holdacskát ott el kellett, hogy... Mi? Ez a holdacska nem is ellenem volt. Ez volt a megtévesztés? Hát ilyet még soha nem láttunk. Jaj, várj.
Tökéletes. A holdacska tartotta magánál a kulcsot, és ahogy hozzámért, egyből átadta azt. Ezt nem értem, hát eddig ezek mindig bántott. De lehet olyan nap az, ami bánt, és a holdacska az, ami nem bánt. 205 coinnal lettünk gazdagabbak. Mindjárt megindul a jobboldali csarnok építése is. Befejeztük a baloldalit, a nyugati csarnok második emeletét. Király! Mindenki nagyon boldog, 40% kész van a kastélyból. Ott is van a nyugati csarnok második emelete. Micsoda elegáns kastély lesz ez. Olyan, mint tükörben nézni, mondja a főnök. Jaj, Toadett. Szóval... új építési opciók állnak rendelkezésre. Hogy az ajtókat meg mindent is külön kell csinálni. Ágyút is kell rá csinálni. Hát muszáj, hogy belekezdjek valamibe. Ebben biztos vagy? Nem, de menjen akkor a nyugati ajtó. Pénzünk felének beáldozásával. Ez 3 missziós lesz. Megkezdtük az ajtók építését. 6 új munkára rendelkezésre. Menjen mégiscsak ez a kísértett házas. Én nem tudom, hogy ez mi lesz, de a kísértett házakkal mindig csak a gond meg a baj, mert ott össze-vissza kell logikázni. Jaj, de király lesz ez. Pixel Máriós. Nem állunk meg senki kedvéért. Ez éppen hogy csak jó volt. Most jönni fognak, amíg... Reál, fel lehetett tölteni a sebességünket és lehetett szállni. Ez az a Mario, amikben szállni lehetett. Emlékszem már. Ebben nem gondoltam bele. Kísértetek el egy Luigi volna a jobb, főleg, hogy ha van nála borszívó, milyen igaz. Olyan szerencsésen mentünk itt az elején, hogy lehet, hogy most ez így nem is fog menni. Hát itt elfordulsz. Kicsit szivathatod őket amúgy. Hogyha jobbra-balra forogsz. Ugye, mert akkor nem nagyon tudnak a közeledbe érni. Nem tudják, hogy mikor jöjjenek, mikor ne jöjjenek. Ők is ilyen lendület alapján működnek. Nagy sebesség. Tehát itt ugrálni kell végig, különben ledob ez a bigyula. Hát mondjuk ez is jó szar volt. Nem baj, nem baj, nem baj. Checkpoint! Haha! Ó! Ó! Nem baj, amíg coinokat adnak, addig tök jó minden. Na most, ó. Oké, hangjegyes. Oda le lehetne, hát le is kellene gondolom esni, aha. Ez elég nagy ez a tüzes bigyula. Ja, hogy ezeken végig kell ugrálni az extra coinokért. Persze, hogy végig annyi idő áll rendelkezésre. De ez gonoszan nevet. De mi most ezzel megszivattak? Húzzunk ki innen. 70 coint szedtünk ki a kastélyból. Most már csak okosan kell jobbra-balra ráncigálni, hogy ne tudjon egyik sem közel jönni. Sem a jobb oldali irány, sem a bal oldali. Ne tudjon minket megközelíteni. Hát így, hogyha így csalsz. Ami amúgy nem csalás, hát egy játékmechanika. Akkor egyből jobb helyzetbe kerítheted magad. Most nem jönnek a fákakon? Nem, ez már a pálya vége. Wow! 93 coin és még 10. Ja nem, az már belefoglaltatik. Hát jól van. Ez tök jó volt ez a... ahhoz képest, hogy mire gondoltam, sokkal jobb volt. 243-mal gazdagodtunk. Lehet, hogy megkezdhetnénk az építkezést ott a West Hall Canonokon is közben. De hát a jobb oldali irányban is kellene működnünk, nem? Lehet ilyet? De most kettő építkezés zajlik egyszerre? Várj, most... Várj, nem értem. Most akkor egyszerre építenek? Vagy most mi történik? Ó, az N64-es Mario-nak a zenéje megy a háttérben.
Már nem teljesen, de ott a fővonulat az előbb a dallam az az volt. Vörös Yoshi Cheap Cheap Cleanup-ja. Azt mondja, hogy chip-chipeket raktunk az éjszakai jégboltra, hogy úgy nézzen ki, mint hogyha szállnának. Nem próbálna meg valaki egy vörös Yoshival levadászni 25-öt közülük? Lőhetsz tüzet az Y-nal és stompolhatsz a B-vel. Jó, mehet. Na, lássuk a vörös Yoshit. Érd el a célt, miután legalább 25-öt legyőztél közülük. Inkább a tízessel. Bár repülve is jó lenne, de jó lesz ez így. Aha. Akkor itt le kell mennünk, és... Az idő mennyi? Jó, még van időnk, semmi gond. Wow, micsoda effektelés működik. Arra vigyázni kell, mert ez könnyen leszed téged onnan. Hát, nem mondom. Tehát egyszerre figyelni kell arra, hogy hova fordulsz. Ez most 20 per 25 volt, akkor még egyszer. Ezt hogy csinálja? Jézusom, Mária! Mit csináltunk miatt fenn? Ne, azt ne. Inkább így csináljuk meg. És a kampó azért van, hogy leszedjen, hogyha... Yoshi hátáról le akarsz jönni, de hát biztos, hogy nem. De még egyszer, most figyeljük a coinokat. Nyilván elrontottam már is. Hogy sikerült ennyire elbaltázni? Várjál, mindenki várjon! Ja, hogy Yoshi rá tud lépni a izére. Innentől kezdve akkor mindjárt más lesz a dolog fekvése. Most 25 per 25-nél járunk. És ha most elhúzol jobbra, akkor... Nem tudja ott magát feltenni. De szerintem fel tudnánk jutni oda, hogyha a tollat kivennénk onnan. Nézzük meg. Ugye hát mutatom, hogy hogyan. Itt lejössz. Nem jó. Az a baj, hogy leesik egy kutyula mellé. Oh, ez! Na hát! De hova lett a... Hey. De most miért nincs itt, ami az előbb itt volt? Na megint átvertek, láttad ezt? Az előbb ott volt egy 10 coinos. Akkor kell felugrani, amikor a tetején van. Igen, a repülőz utcára mehetsz oda fel, csak eltűnt a coin. Érthetetlen módokon. Ott is van. Számas sebi a róka? Várj, a tetején ugrottam fel rá, és nem kaptam egy coint se. Itt mi történhetett? Ugye, hogy érdekes volt? Ja, szerintem is. 128, nagyon kevés. Nagyon keveset kaptunk ezért. Most 2... Jéj, aszta! Wow! Pontosan erre gondoltam, hogy 2 építkezés zajlik egyszerre. Mi a fene? Hát ezt már előbb is ki kellett matálni, csak nem volt elég melónk, ugye? Vagy hát... Ezek szerint úgyis meg lehetett volna csinálni játékot, hogy kifarmoljuk az összes bigyulát, és utána a végén felépítjük az egészet egyben szintenként. Hát erre miért nem gondoltam? Azt mondja, hogy mentális aerobik idő van. A rózsaszín coinok megszerzéséhez nyom meg a kibe kapcsoló gombot. Oké. Okay. És ez hogy lesz vajon? Vecsebi a róka, mi a helyzet? The way of the shell. Következő pályánk. A jobb oldalival kezdünk. És most kiengeded. Várjál. Átmegy. Nem jó. Átmegy. Azta... Ó! Oké, értem, hogy mire megy ki a játék. Ez nehéz. Tehát végig kell vezetni a selleket. Hogy csináljuk így. Elfelejtettem. semmi baj, ez így jó volt. Nem jó! Mindjárt meg lesz. Higgyétek el! Mestere vagyok a játéknak! Nem jön ki, amíg ott állsz.
Oké, nem rontjuk el jobban. Hát. Akkor a falról pattam, már mehet is. Yes. Ilyen egyszerű lett volna amúgy, hogyha már tudod, hogy mit kell csinálni. Még egyszer. Vagyis nem még egyszer. Folytassuk a harmadikkal. De lehet, hogy még egyszer meg kell csinálni majd, hogyha esetleg félre menne a téma. Ez kiengedett. Ott átment, akkor a coinok megszerzése az működhet. Ott pedig már mindegy, hogy mit csinálsz, akkor is el lesz rontva. Jó, most így menjünk be oda. Így, most lefele. Onnan ne csináld! Tehát itt felmegy. El van már is rontva az egész. Csináljuk így. Így. El van rontva. Hallod? Így, most vissza. Nem, ott van a visszafelé jövő, igen. Ez el lett rontva megint. Kezdjük innen. Megvan! Nice! Megvan a három. Már csak 3 perc áll rendelkezésünkre a maradék 2-höz. De vajon meg lesz-e? Nézzük, melyik a legnehezebb vajon. Itt jó, hogy ez így megy, ugye? Nem. Mert most kellett volna ráugranom. Ez eddig szuper. Így, kiengeded. Beengeded. Yes? Oké, let's go. Utolsó. Ez 18 másodperc alatt meg sikerült csinálni. Tiszta büszke vagyok, ez az életem munkája körülbelül. Figyeld. Tehát most megindítod, jobbra megy. Átszalad. Beixeled. Lepattan óra. Hát ez tök könnyű volt így. Az első sokkal könnyebb volt, mint gondoltad volna. 151 másodperc. Sokkal jobban sikerült végezni. Nagyon ötletes az az egész amúgy. Kíváncsi vagyok, hogy a userek így milyen pályákat csináltak amúgy. És ezt hogy csinálod meg ott fenn? Hogy azt mondod, hogy... Nincs lehetőségünk kitörölni egyet? Lehet szerencsés volt, hogy hátulról előre ment? Na hát... Nem tudom, ez mennyit számított. Nem volt itt a törlés gombja. Mármint tudod, az eszköztárat most nem vehettem fel, vagy hogy mondjam. Nem hívhattam elő, na talán ez egy jobb kifejezés rá. 45%-nál járunk már is. 452 coin, hamarosan befejeződik az ajtó és a nyugati csarnok ágyúja. Az ajtó kész is van. Oké. Jó sokat kell dolgozni, hogy a keleti csarnokon is elkezdhessünk dolgozni majd, de azért benne leszünk. Azt mondja, hogy a következő pálya 29. Tűnjel rohadék gomba, ez a címe. Szóval az új receptemhez vásároltam némi gombát, de ott hagytam a kocsiban és most megrohadtak. És nagyon mérgesek. Aha. Hogy megszerezze a jutalmadat, le kell, hogy hagyd őket. Tehát, hogy szaladni fognak utánam a gombák. Akkor ez ilyen balról-jobbra térkép lesz majd, nem? Vagyis, hogy pálya lesz. Milyen zombi gomba az? Micsoda? Nézd. Az egy zombi gomba. A Mario-ban. Ilyet még soha nem láttunk. Soha nem volt ilyen a Mario-ban még, de nagyon király. Csak lehet, hogy azt mondom neki, hogy erre jöjjön. És jól megszivatjuk, mehetünk. Attól félek, hogy hamarosan 2 lesz. A hang egyel feljebb lehetne ugrani? Nem, attól félek, hogy ő fog feljebb ugrani vele, igen? Azt a mindenit. Menjünk inkább visszább. Én legalább itt fel tudok jönni. Megáll alattad? Képes és megállt alattunk. És itt megint jönni fog? Na, az mondjuk nem nagyon jó. Igen, nem tudtuk kiszámolni a röppályáját. Ajjajjaj. Nem baj, egyébként egész sokáig jutottunk el. Valóban egy kicsit nehezebb ez a pálya ezzel, hogy folyamat jön utánunk és még ráadásul ugrál is. Legyőzve minden akadályt, amit csak elé teszel. Gondolom, hogy itt ezzel járunk a legjobban. Ha egy kicsit cselezünk. Visszaugrálunk meg ilyenek. Azt a mindenit. Oké, súnyibb kis dög ez, mint gondolnád.
Meglepő. Tudod, mit kellene megnézni majd? A userek által csinált pályákat. De különböző játékosok világszerte milyen pályákat raktak össze. A hülye ötlet volt, ott kicsit lecsúsztam azon a pixelen, azt hiszem. Mondjuk ez lehet, hogy jól jönne, hogyha lenne egy ilyen adatbázis, ahol lehet válogatni esetleg a pályák, meg a pályakészítők közül, tudod. Biztos, hogy vannak olyan figurák, akik tök ügyesek. Én nem készítek-e pályákat? Nem, én csak játékos vagyok. De az nagyon funny lenne, hogyha nektek is lennének pályáitok, és akkor végig tolhatnánk őket. Nem lehet megszivatni, hogy lejön, és akkor nem, úgy van berendezve a pálya, hogy mindenképpen tudjon utána jönni. És ahogy hozzád ér, jön a baj. Na, itt legalább nem tud feljönni. Megvárjuk, amíg a pálya kicsit előrébb megy. Addig ő is jó helyen van nagyon is. Ó, nem mondod, hogy... Aj, ne! Nem tudtam felvenni a tízest. Itt mi lesz? Baj. Itt hiába próbál felugrálni így, ez az. Ós! Oké, semmi gáz, haver. Semmi gáz. Itt a hintára is feljön? Felám. Ez feljön mindenhova. Ó, de most beesett, nem esett be alulra. Ne, várjál még egy kicsit! Várjál még egy kicsit! Hát ez kész! Azt a mindenit! És lehet, hogy vissza kellett volna ugranom? Bezárnád a gombát? Ja, azt kellett volna valahol bezárni, és akkor nem lett volna baj. 29. pálya. Csapó 6. De egy csillagot kérnél ehhez a pályához? 3 csillagos ez a pálya. Vagy úgy mondod, hogy a pártokból vegyünk ki egy csillagot, vagy... Igen, de... Az a baj, hogy meg is áll alattad, ugye? Hiába a lendület, meg ilyesmi. Azt hiszem, meg is áll, azzal még nehezebbé teszi az egészet. Oda néz. És hogyha itt most leesnél, de nem esik le. Nem esik le, és ott van a sarkadban, és jön, és nyomja. Itt most várunk egy picit megint. Addig ő legalább megvan állva. Szia, Suzi! Vártunk már. Hogy vagy, mi a helyzet? És most legalább sikerült felszedni. Ne, várj! Ó, hogy a... nem állt meg alattunk, hanem jött tovább oda, ahova én mentem. Ez iszonyat nehéz. Milyen boldogan nevetgél amúgy. Nézd meg, milyen gyorsan képes irányt váltani. És nem is ugrott most fel, hanem azt mondta, hogy ha, te csira. Várjál, léci. Jó, akkor ne várj. Inkább húzzunk el oda a jobb oldalra. Nagyon elment a hangom, túl sokat beszéltem. Hol beszéltél olyan sokat? Biztos szakmai telefonhívásod volt a fonálügyi minisztériumból. Itt a teach-en beszéltél sokat. Mi? Te nyomod a izét, a podcastokat teach világban mindenben? Ezt te de jó lett volna azt a felvenni. Jó, most elment balra. Kicsit talán most lelassult. Várjál, csináljunk olyat, hogy minden izét... Na, nem jó. Nem lett ez így sem jobb. Menjünk inkább balra. Ne várj! Ó, oh, te szemét! Hogy... Fú. Hogy tudott akkor ott ugrani arról a cuccról? Jaj, ne! Jaj, már itt az elején kijátszom, nem érdekel. Még itt az elején megoldjuk, hogy valahogy... Csak az a baj, nem nagyon tudod beszorítani, nem? Milyen, hogyha nem is törődnénk a coinokkal, hanem csak úgy mennénk inkább megint előre. De hát akkor hogy fog felépülni a kastély, hogyha senki nem törődik a coinokkal? Oké, éppen benne vagyunk a tutiban. Miért nem hagyja le a képernyőt amúgy? Nem fog tudni, ez így nem lesz jó. Nem, főleg, hogyha odaéri, akkor odaér a izéhez, a hangjegyhez, akkor fogjuk elrontani.
Úgy kellene, hogy ezt a kettőt már egyből leküldöd. Nehogy fel tudjon jönni, igen. Ó, oh, de fenn van már! Holy shit! És vigyázz, mert most át fog ugrani rajtad, ez az. Jó. Bikókára vigyázni. Lerakod magad. És mit történik, hogyha így csinálnánk? Ez nagyon necces. Még jobb, hogy itt velem van. Hú, ez a Claw az segíthet. És... ezt már nem fogja tudni elkapni. Jó, hál' Istennek. Ilyen közel volt a cél. Hát be is szaladhattam volna. 95 coint hoztunk ki a pályáról, és még emellé kaptunk, vagy 150-et szerintem. Ez egy nehéz pálya volt. Aha, 201-ből jön mellé. 747, és talán a nyugati Canon. Aha, 3x4 is megvan. A játék felénél járunk ezek szerint. Nagyon gyorsan eljutottunk idáig amúgy. Melót szeretnél? Van meló, mondja. Blink, blank, blunk. Ez milyen pálya? Csináltam egy házat a hangya katonáknak. Pislogó blokkokból. Lecsekolná valaki, hogy tiszta az út? Mert hogy az időzítéssel lehetnek gondok. Micsoda? És ez egy nehéz pálya lesz? Félne a fiadattól a zombi gombától? Hát igazából ez az egyetlen pálya volt, amiben volt egy ilyen. Ez mi lesz? Ja, hogy ezek voltak a... Ez a cicás Mario-ból egy mechanika, ezt nagyon szerettem. Az baj. Az bizony baj. De itt lassabbnak tűnik. Ez az. Itt lesz még gomba, Flash. Nem lesz gomba? Nem baj, legalább el tudtuk a szintézni ott. Ez az. Nyomod, nyomod! Wow! Micsoda előre haladás. Új, már is elrontottam. Nem baj, nem baj. Emlékszem még ezekre a játék elemekre. Az előző részből, nem vagyok az alján. Szóval ott kell lent menni amúgy. És mit csinálok itt felfelé? Vagy ezt akarom felvenni? Jó, hát itt farrugrás mechanika is volt, úgyhogy nem kell annyira elrugaszkodni. Ott a checkpoint. Na, indokolatlan amúgy a checkpointnak a... Nem, mégsem az. Nem is annyira indokolatlan a checkpoint azon a részen. Na jó, az a 10-es lehet, hogy ott marad. Most leesik. Így, szerintem így biztonságban ezt tudod szedni. Ez nem lesz jó. Szerintem ide kellene állnom. Így talán nem jön ránk a következő, nem? Adod, ránk jön? Hát akkor ezt... Aha, így kell megoldanom. Értettem. Egy újabb gomba. Várj, ne! Fuck me! Semmi baj! Semmi baj! Tudnak még azért egy kicsit szerintem itt rádurvítani. Úgy néz ki, hogy lesz itt azért nehézség. Az eleje könnyű volt. Az eleje volt a level 1. Nem is kell az a coinot. Kinek kell az a 10-es? Én inkább megyek. Győzni. Á, mégis kellett volna az a gomba. Ez az. Ops! Pedig az 50-es, az kell. Anélkül az 50-es nélkül én nem fogok kijönni erről a pályáról. Az biztos lehet zene, hogy arra szükségünk van. Á, jó, menjünk, majd az 50-es. Az 50-esből kárpótlom magam. Ezt a gombát ezt itt kéne hagyni. Á, jobb volt, amíg fenn voltunk, nem? Nem tudom. Mit csináljak?
Oké, nem így kell. És milyen sokáig zuhantam úgy. De azt most megadtam úgy, mert 49-et írtott balra. Mondjuk, hogy 49-nél járunk most, az nem is annyira vészes mennyiség. Az, hogy most már kiengedik jobbról a izét, ugye? Aha. Most már kizárólag csak úgy tudod ezt megcsinálni, hogyha... Hopp! Micsoda szerencse! Ó, Istenem! Ó, ezek ellöknek! Jézus! Na jó! Ezért nem szabad ide beszorulni. Milyen kár! Mondta a játék, és tényleg kár. Hívhatjuk Luigit is a pálya teljesítéséhez. Lehet, hogyha Luigit behívod, akkor ő ilyen mestermódban végig tolja. Mikor esnek ezek le? Nem, várj, az nem is száll, hanem csak felfelé mászik. Itt az eleje tök egyszerű volt. De amúgy nyilván könnyen is végig lehetne játszani. Hogyha nem akarnánk folyamat felvenni az 50-est, ugye? Ez volt az, ami... Aha, ahol csak azon dolgoztunk, hogy hogyan vehetjük fel a fenti 50-est. Így. Ami nem is 50-es volt, hanem 10-es talán. Megint itt a checkpoint van, 5 életünk, készen állunk mindenre, gomba, miénk, itt kellett volna most átszaladni, de makoltam, vagyis hogy gomba. És hogyha beszaladsz és kiszaladsz, akkor kiéd a pálya, ugye? Igen, ezt így kell megoldani, lesz a kövire, speedrunba nyomod, megindulsz, és ott van a következő, és már mész fölfele, és tovább, ezt elrontottam, de nem baj. Most mi lesz? What? Hey! Oké. Okay. Ne, ott nem volt alja! Azt hittem, hogy lentebb ér ez a jobb oldali elem, de most már ezt is tudjuk, hogy ott nem fogunk visszapattani a bal oldali irányba. Még egyszer. Hát van gombánk. Íííí, de necces volt. Beragadtunk amúgy oda. Mi az előbb? Egy, speedrun, 2, 3, ugrás. Fel se veszek semmit. Azt a mindenit, mi érkezés. Jó lesz, Mario. Nem baj az. Jó lesz. Csak a mentések jobbról meg balról. De nagyon szarul sült el az egész. Még egyszer. Szerintem a 10-es nem is kell. Az 50-esnél kell, hát persze, hát ez persze. Az ember azonnal látja, hogy ezt kellene, hogy csinálni csak. Szerintem úgy csinál majd lentről. Ez az! Na most el ne roncsuk, mert megőrülök. Várj. Semmi baj. Erre most így. Ez az, és most le. Fal mentén le? Igen. Kapok gombát. Aj, hál' Istennek. Rá ne ugorj arra. Megvan az 50-es, mehetünk. Itt kilakik. Nem baj. A lényeg az a rengeteg coin, amit ebből kaptam. Ez már a cél. Persze, hogy a cél! Rengeteg coint hoztunk ki innen. 126-ot! Hát mintha csak két pályát csináltam volna egy pálya alatt. Ez menőség volt. Igaz, hogy 10-esben hagytunk pluszban. De hát így, hogy 276-ot kerestünk. 1023 van most már nálunk. Ezzel befejeztük a nyugati canyon építését, és még nem tudjuk elkezdeni a keleti csarnok második szintjének építését. Szóval az még egy kicsit távolabb van. Hogyha ezen a pályán még egyszer végigmennék, és összeszedném ezt a 90-et, akkor belekezdhetnénk az épületbe. Most ugye az a baj, hogy lehet, hogy nem lesz elég pályánk arra, hogy
ha egy kicsit így előre számolsz, tudod, hogy ha most úgy csináld a pályákat, hogy pénzt gyűjtesz, de közben nincs a háttérben építkezés, akkor lehet, hogy hamarabb befejezed a pályákat, mint ahogy felépülne minden, és akkor a végére meg csak egy szívás lesz. Mert akkor mit csinálsz? Na mindegy. Milyen a szeles völgyben? Tiszta az ég volt ma este, de úgy tűnik, mintha erős szelek jönnének nyugatról és keletről is. Micsoda? Ki tudod-e állni a hideget és eljutni a völgy aljára? Nézzük, amatőr meteorológus Mihály adta fel ezt a pályahirdetést. Oda hogy mész fel? Már itt most hatással van a szél? Aha, igen, visszafújnak. Most egyszer jobbról, egyszer balról. Értem, persze. Most amikor a jobbról jön a szél, akkor tudunk nagyot ugrani abba az irányba. Hogy a tízest felvegyük. Így van, csak először el kellett volna idáig érni. Na most jön a rásegítős rész. Itt ez volt a pálya része, ahol betanította a játék a mechanikákat. Most mi lesz? Micsoda érdekes szerkezet ez. Tök jó a zene. Ja, Zsolász, jó estét! Hogy vagy? Mi a helyzet? Ott van egy úp, de úgy tűnik, hogy a kis bogyók nem nagyon es. Leeshetünk jobbra meg balra? Hát, hogy ők nem fognak leesni. Mi viszont le tudnánk. Ez az. Az mi benga ott amúgy? Itt tűzzel sokkal könnyebb dolgunk van. Ó, micsoda? Ez valami boss volt, ugye? Ez egy boss az előző játékokból. Aszta. És mi van, ha megküzdesz vele és legyőzöl itt még? Akkor megadja a kulcsot, amire szükséged van. Tudtam én, hogy ez bossos. Még annak idén talán a... kettőből háromból egy ilyen mechanika. És akkor így lehet kimenni itt az ajtón, ugye? Nem, ez az extra coinos területnek a felszedéséhez volt ez a kulcs. Aha, tehát bónuszt kaptál a boss legyőzéséért. Ott van a tízes, na! Király! Legyetek nagyon boldogok, én csak azt kívánom, mondja Zsolász, hát én is csak hasonlókat tudok kívánni. Nagyon-nagyon szórakoztató ez a ma esti játszás. Nagyon szeretek Mariozni, mint láthatjátok, én totál élvezem, és remélem, hogy ti is hasonlóan vagytok ezzel. 1246 coinból belekezdhetünk a másik csarnok építésébe. Nagy előre haladásokban vagyunk, Mario. Ez az egész terület, hát olyan okésnak tűnik már. Most új építési opcióink is vannak. Tetőt meg lehetne csinálni a nyugati csarnokra, akkor ezt már előbb is elkezdhettem volna, én azonban inkább a keleti csarnok második épületébe kezdek bele. Hadd szóljon! Yeah! Hogy állunk vajon a pályák számát illetően? Nehogy túlságosan előre haladjunk. De tudod mit? Menjünk szerintem még egy pár pályát előre, mielőtt ma véget érnénk a Mario-val. 6 új melót kaptunk azzal, hogy belekezdtünk valaminek az építésébe. Ez valami ősi libikóka erődítmény. 3-as nehézség. A legutóbbi erődítményemet teleraktam csapdákkal, és még libikókákat is dobtam oda be. Sok sikert, hogy ki egyensúlyozd őket. Mi van? És ez milyen pálya lesz? Feltételezem, hogy a 3-as nehézség akkor elég nagy szívás. És ráadásul Pixel Mario-val, régi mechanikákkal fogunk játszani. Ez itt hogy van? Mi? Ordibált? Ez... várj. Tehát ezt úgy kell megoldani, hogy... aha. És itt hogy mentél volna tovább? Játszhatja magát, persze, hát a Mario az nagyon... ez egy csodálatos. Minden Mario csodálatos. Itt kell-e mennünk? Jó, itt bomba van? Nincs. Hoppá! A titok egyből ott volt. És ha felmennék ide? Ott is van a titkos coinból rengeteg. Na
nézzük, hogy hová megyünk. Checkpoint tuti nem lesz amúgy. Erre vigyázzunk kell. Nehogy szakadék legyen a vége. Szóval, hogy balra figyelek és közben jobbra kéne néznem, hogy mi van előttünk, mi? De ez mennyire mélyre megy. Hát, aztán. Oké, ez nagyon kemény. Mi a fene? Checkpoint! Hát gondolom látták, hogy ez mégsem lesz olyan könnyű. Most, hogy mész oda fel? Ja így, hogy kiengeded a kis... Aha. És mi lesz? Hallod? Oké, értem. És itt nem lesz falról pattanó mechanika, úgyhogy okosnak kell lennünk. Hát nem semmi. Most ott tartok, hogy azt a kéket, ha átkapcsolom, valahogy le kéne oda mennem. Ezt hogy csinálod meg, hogy... Hogyha most visszamegy, akkor jó helyre. Aha. Értem már. Milyen fura hangokat ad ki itt Mario magából? Ilyen még soha nem volt. Az ott ki fog ugrani a jobb oldalon, ahogy átnyomom ezt. Na mindegy, muszáj vagyok. De be van akadva a bajzébe. Mert amíg az ki nem jön, addig... Na várj, lehet, hogy szükségem van a cipőjére. Aha. Vegyük ezt fel. Mert ezzel a kaktusz malac nem tud megbántani. Nem az új gab, de jó, hogy jössz. Hogy vagy, mesélj, mi a helyzet? Ó, a cipőben nehezebbek lettünk, és most feltoltuk a izét. Érdekes. Aha, és tényleg meg lehetett csinálni. Itt már random izék is vannak. Random kockák. Ezt át kell nyomnom? Holy shit. Ebből ki kell, hogy szálljunk, úgy látom. Még van egy csomó időnk a pálya befejezésére, nem állunk rosszul. Jó, és akkor most elkezdenek rám tüzelni mindjárt? Igen, ráadásul ez bombázó. És itt mi van? Fel kell, hogy... Azt hiszem értem. Wow! Hát ez rohadt menő. És már mehetünk is fölfelé. Csak hogy szükségem van a kék kapcsolójára, ez az. Mennyire... Ez eddig a legfantáziadúsabb pálya egyébként az egész játékban. Most mi lesz? De visszajön. Iszonyatosan menő. És hogyha oda lemész, akkor megesznek? Oké. És az most mit fog csinálni? Kétszer is. Nem értem. Engedjük fentebb. Ja, feltolja! És amíg fent van, addig kiütöd. Iszonyatosan ötletes. Hál' Istennek kaptunk egy gombát, hogyha elrontanám valahol. De vajon lesz elég idő ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni? Hát, Mario, ott nem fogsz te felugrani szerintem, nem? Az se lesz ott jó. És fáj is neki ráadásul, jól hallom. Itt végig kell vezetnem a kis... Ugye nem? De hogy gondolja? A csontvázat tényleg végig kell vezetnem? Miből gondolom? Nem tudom. Várjál, hogy lehetne ezt? Pedig már közel vagyunk. Fel kell, hogy küldjem ide, és a tetejéről kell felugranunk szerintem, az lesz a megoldás. Igen, most ő ide jön. De nem tudott átmenni. Fel kell, hogy vezessem azzal, hogy amikor lent van, akkor én is lent vagyok. Értem már.
Meglátom a Máriót, jönnöm kellett. Jaj, de már 2 órája, pedig ilyen 2 órás epizódokat terveztem amúgy belőle. Most rámegy, akkor most engedjük fel. Mindig a végére jössz. Jaj, Márió, ez itt nem biztos, hogy nagyon szuper. Várjál. Maradjunk itt. Most átküldi magát, de nem jó, hát nem... Hát ennél a jobban a szélére kellett volna állnom. Tök jó, hogy nem csúszik amúgy rajta. Álljunk jobban a szélére. Tök jól sikerült. Na még egyszer. Nehogy ráessünk. Ott van! És most, ahogy tovább megy, muszáj, hogy megint itt álljak, hogy fent is maradjon, ez az. És megy tovább. De vajon fennmarad-e? Elrontottam. Jaj, ne! Ó, a francba elrontottuk. Ez nagyon nem volt jó így. Lesz elég időm? De pont lement a pálya szélén, ezért nem láthattuk történni a dolgokat. Még egyszer. Most okosabban, hajrá, hajrá. Csak utána kell menni oda, ahol ő megy, és tartani. Pozíció, gyerünk, gyerünk. Mário, mit művelsz? Te szemét lát a... Semmi faj. hamarosan hidratálok össze kiváltást. Ne, megint lecsúsztam a végén, de hogy lehet, hogy lecsúszik a végén? Hát nincs is csúszás, Mianika. Kivéve, hogyha jégen járkálsz, de ez egy libikóka, nem egy jég. Jó, most fenn van. Már megyünk is utána. És a feljutáshoz szükséges. Ez az! Nincs is ennyi időm, hogy ezt megcsináljam. Lesz. Most úgy érti, hogy ide beugrasz. Végigmész. Kell a tücsök ahhoz, hogy jó legyen. Vagy teknős, teljesen mindegy. Akkor inkább hagyjuk. Nem is így kellett. Mi? Még mindig tart a pálya? Dehogy tart. Nem tarthat. Na ezt inkább meg se próbáljuk, jó? Szerintem 113 coinnal nagyon jó lesz nekünk így is. Wow! Hát éppen, hogy csak sikerült még beérni a célba, ez egy nagyon ötletes és nagyon hosszú pálya volt. Szerintem az alkotója nagyon kihozta belőle a maximumot. 313 coint hoztunk haza magunkkal. A keleti csarnok második emelete ezzel 1/4-es fokozatba kapcsolta magát. Jó. Akkor nézzük tovább, ne álljunk meg. Bumper Jump Around, ez lesz a következő. Szóval beraktam néhány ilyen ugratót az atletikai pályámra. Kétségbe vonnám, hogy bárki is eljutna a végére, de azért van jutalom, hogyha esetleg megcsinálnád. Mondja az excentrikus milliómos, 2-es szintű nehézség. Vágjunk már is bele, hogy vagy Draco Demonia. Jó estét, úgy tudjátok, hogy mit ennék vacsorára? Rántottát és sonkával. Ez mi ez a megfagyott peach? Szóval rengeteg ugrató? Rengeteg coin? És mik azok a... Na jó, kezdjünk előre menni. Ez mi lesz? Ó, most az olyan, hogy a fejedet nem verik agyon a jégcsapok? De jó. Ez szerintem az új Super Mario Luigi Bros. Deluxe 2 Updated Edition Game of the Year kiadás. A leghosszabb című Mario, tudjátok, hogy melyikre gondolok, nem? Valami New Super Mario Bros. Deluxe Edition, vagy valami ilyesmi volt. Ezt még itt éppen, hogy csak királyba nyomtuk. Fenn is kellene maradni, vagy elkapatni itt magunkat, ez az. Ez legalább egy tök szórakoztató pálya, és azt mondta a készítő, hogy nem hiszem, hogy bárki is a végére érne. Persze, barátom. Ezért jöttem, 10 pontos. Ez egy egyszerű pálya volt. Ahhoz képest, hogy 2-es nehézségre nyomták. Megadtak hozzá mindent, hogy tökéletesen tudjuk teljesíteni. 193 coin, 652-vel a tarsajunkban. A fele elkészült a keleti csarnok második emeletének. Utána majd szintén gondolom ajtókat kell, meg Canont is kell majd oda tenni. Úgyhogy lesz még dolgunk vele.
Melót akarsz? Van meló, mondja. A fák mestere egyes nehézség. Szóval csináltam egy pályát, ami tele van fákkal. Aha, de szükségem van valakire, aki lecsekolja, megnézi, hogy le tudja győzni, tehát hogy végig tud-e menni rajta. Azt mondja, hogy az, mind az öt fa tetejére fel kell másznom? Hozzá mondjuk hagymával? Jaj, nem jönnél át megcsinálni esetleg? Azt mondja, hogy a tetejére kell és handstandeni, tehát kézen kell állnunk a fák tetejére. De szerettem ezt a cicás Mariót. Istenem, de jó volt. Várjál, lehet, hogy így? Aha, nem. Lehet, hogy így? Menjél oda le! Igen, menjél oda le! Aj, de nem arra! Hey! Így menjél! Azta! Nem jó. Nem jó! Tudom, hogy meg tudom csinálni, csak nem a jó oldalról próbálkozom. Ez az! Nagy bumpereket nyomjunk bele, és így... Tökéletes. Szar volt. Nem baj. Ez az. És még egy! Hallod, ezzel fogok küzdeni életem végéig. Ez az. És most. És most. Menj már le oda. Azt hiszem, hogy leesett. Itt lehetett a falon csúszni, az volt benne az egyik ilyen nagy újdonság. Jóó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 
Van egy csomó időm. Ez mondjuk itt most nem segít. Erre az le fog esni mi. Nem. Hogyha legyőzöd az összes ilyen bigyulát, akkor kapsz valami bónuszat, érte? Várjál. Oda be kell menni a tízesért. Nem úgy van az. Le fog esni? Nem esik le. Ez hogy lesz? Aha, jó, már értem. Szóval róla kell. Nem jól csinálom. Ez a kézen állva kell, de túl nagyot ugrik a fa tetejéről. Hallod? Na jó, siessünk, mert nem tartunk sehol még a pálya teljesítésében, és látszik, hogy lejár az időnk. Erre lehet, hogy balról kell beugrani? Nem. Jól csináltam, csak nem jól csináltam. Ó, végre Cica Mario. Mindenki legnagyobb kedvence. Nincs túl sok időnk hátra. Na, akkor megyek a falon, nem érdekel. De ez a méhecske, ez nagyon HC arc. Hát ilyen cicával kellene visszamenni. Ja, minden bizonnyal amúgy igen. De az csak egy tízes volt, nem sok. Még a 4 coin felveszik onnan. És le fog lökni a fáról? Te most hogy mész oda fel? Hallod? Nem fog felengedni. Na, most volt valami kisebb bug, azt hiszem. 5x5 fánál vagyunk, és a végén nincs is más dolgunk, mint ráugrani. És győzni! Jó sokáig elhúztuk a pályát. Á, legkirályabb Mario cicás Mario volt, tényleg ez a... Mi volt annak a címe? New... Valami New volt az is, nem? Amiben benne volt a Bowser's Fury. Azt hiszem, hogy 3D volt annak a címe. Már csak egy pálya kell, hogy a keleti csarnok is megépülhessen. Nem ez a pálya lesz, hanem a fejjel lefelé való nyújtogatás. Azt mondja, hogy... Jaj, ne! Az komoly, oké. Okay. Tehát kapcsolgatnunk kell a gravitációt majd switchekkel. Nézzük már is a 36. pályát. Eddig nagyon szépen mentünk amúgy végig. Tényleg, tök jól haladunk. 22 óra 34 perc van. Oda be kell mennem? Aha. Hány tojás, mennyi sonka, milyen hagyma? Nem kell bonyolítani. Hát nézzék, nézzenek oda. Nagyon kedves tőled amúgy. Nem is a gravitációt állítom, hanem most azt fogom beállítani, hogy merre menjek, ugye? És akkor most ebből vissza kell menni. Meleg, mézes és citromos tea mellé. Na jól van már, persze. Nem is létezik ilyen. Lehet, hogy kékre kell kapcsolni a kapcsolót, és akkor nem üti oda? Aha.
Mi van, ha most lemegyek és megnyomom ezt a gombot? Fej, lefelé gravitációval megyünk tovább. Szent ötletes amúgy ez is. Gondolom, hogy nincs más választásom, mint hogy itt átmenjek ide. Aha, hogy kijöjjünk itt a normál gravitációs módban. És most mi lesz? Ugyanoda vissza, ugye? Na ez nem volt szép! Ez nem volt szép, hogy a lábam alá beszpónolt. Hát is nem is volt checkpoint ráadásul. Csíí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 
másabbra gondolnám. De csak azért, mert béna vagyok. Ne áruljátok el senkinek. Finom kombináció. De hogy létezik? Ilyenfajta kedvesség nincs, más csináljon nekem kaján. Kivéve, hogyha valahonnan rendelek esetleg. Meg kell nyomni a gombot, mielőtt bemennénk, ugye? Most leves, na jó, hagyjál inkább. Most mondom, hogy ilyes vagyok, itt terrorizál. Átszaladunk erre, és... itt gondolom, hogy nem kell jobb oldalon megnyomni semmit, mert leesnénk az égbe. Érdekes kifejezés ez a leesnénk az égbe. De most, hogyha azt átkattintod, az hova fog megjelenni? Honnan tudod, hogy hol? Na, azt a mindenit már megint majdnem a lábam alatt volt. Ezt nem viszed el. Szerintem ez úgy van kitalálva ez a lény, hogy kiszámolja, hogy nagyjából hol legyen a lábad, nem? És mondom, ezt meg kell nyomni, így van. Csak hogy át tud jönni ide. Itt megváltoztatjuk a gravitációt. Ez baj. Hát ez... Ez halál? De valahogy vissza kellett volna tudnom ott állni, nem? Szerintem valahogy a lenti részt kellett volna itt igénybe venni, csak nem engedett be, mint ahogy itt beenged. Fejjel lefelé... Jaj, nem lehet, hogy a lefele nyilat kellett volna nyomni. Jaj... Igen, mert megfordul, és... De szerintem a lefele nyilat kellett volna nyomnom amúgy. Ott majdnem átugrattunk véletlen a plafonon. Nos. Csak abban reménykedem, hogy lesz elég időnk a befejezésre, de szerintem, hogyha így sietünk, akkor tutira lennie kell. Amúgy meg egy csomó coint fel... Nem kellett volna visszabillenteni a kapcsolót most? Vagy nem számít? Nem, szerintem itt amúgy sem kell. Jó, szerencse. Félek attól a kis muksótól, nézd meg. Iszonyatos. Most is kiszámolta volna amúgy, hogy hol vagyok, meg hol fogok földet érni. Mindig beszpondol a lábad alá, és ezen a pályán nem osztanak gombát. És hogyha itt felugrasz, akkor lefelé kell húznod a kart, ellentétes irányban. Aha. Így legalább már a checkpoint is megvan. Jó, sokkal egyszerűbb lesz így menni. Ez a kérdés, hogy aha, másik gravitáció kell, de... Hogyha most fejjel lefelé mennék, akkor hogy megyek be azokért? Nem is az a lényeg, hanem hogy... lefelé tudjak nyomulni inkább talán. Mert most felfelé nem is lesznek ott a... Aha. Gondoltam, hogy itt ez a fajta turpisság lesz. Így. Na most ez hogy van? Kiejthetem a szellemet onnan? Oké, meg vagyunk. Nem kérek, köszönöm semmit sem, nem olvasom el, amit írtál. Ott ilyenkor megáll. Szötélyes vagyok, de tényleg, nem viccből mondom. És ha most felmennék, akkor végig tudnék menni. Aha, 195-nél. 195, van még időnk a megcsináláshoz. Nem fogok tudni itt átugrani, mert elpályáztam a dolgot, ugye? Így talán? Aha, ez lesz az. Jó, és akkor most csinálsz egy olyat, hogy így kimész és beugrasz balra. Töké. 180, még van 3 percünk, pedig már szerintem a végénél vagyunk nagyjából. Gondolom, hogy az ajtóba be kell menni. Ó, ne! És akkor most ilyen... Aha, már látom, hogy mi van. Fejjel lefelé fogunk utazni azon a bigyulán. Most csapdába estem? Oké. Már megijedtem egy pillanatra, hogy
hogy lesz ez, de így lesz. Kiugrasz és indulsz. Jézusom. És ez itt le fog esni? Várjál! Ha azt elmiszeled, akkor fennragadsz a plafonon. De most így nincs is itt a rengeteg coin. Ó, a francba. Nem baj, 73-at kihoztunk, és ez egy nehéz pálya volt. Hát itt kellett használni az agyunkat is, hogy teljesíthessük. De iszonyat szórakoztató még mindig. Na jól van. Most, hogy megvan, következő 223 coin, 1036-tal rendelkezve, be is fejezzük a keleti csarnok második emeletét, és még egy pálya hiányzik pont, hogy meglegyen a minden is, ami oda kell. 59%-nál járunk a játékban. Na, most már ezzel meg is van a második emelet. Szóval, hogy szemem előtt elevenedik meg az agyamban lévő látványterv, mondta közben a főnök, és új építési opciók is rendelkezésünkre állnak. Hát szerintem amúgy érdemes volna ezzel is haladni. Gondolom, hogy mind a kettő emelettel haladni kell. Na, csináljuk úgy, hogy akkor a Canonnal kezdünk. 700 coin, kellene még 164 darab ahhoz, hogy 500-ból megkezdhessük az ajtók építését is. Ez lesz már az utolsó pályánk, hiszen nem akarjuk azért húzottan elhamarkodni a játék befejezését. A 29%-tól 59%-e. Hát, hogyha megcsinálunk még egy pályát, akkor 60%-ig jöttünk el. Wobbly Seesaw Castle. Azt hiszem, hogy több mint 100 pálya van egyébként a játékban, úgyhogy ahhoz képest a 37 még sehol nincs. Azt mondja, hogy próbáltam csinálni egy gonosz kastélyt. De meg benne biztos, hogy elég jó lett. Nem már, ez hármas nehézség, és erre megyünk rá pont a végén. A gonosz kastélyra, a Wobbly izé, mondjad már Libby Kóka kastélyjára. Nem csak, hogy Libby Kóka, de egyben még mozog is. Na ne. Jó, próbáljunk középen. De nem jó, hogyha középen tartod, nem? Mert a... Krisztusom. Szóval igen, nem jó, hogyha középen tartod, mert pont akkor jönnek a lángnyelvek. Most mi lesz? Aha, felugraszt, hogy beleugorj. Ügyes. Jó kitaláció. Ez nagyon kemény. Magunkhoz veszünk még egy-kettő havert, úgy látom. Az középen körbe fog menni. Oké, töké. Most leesünk nagyjából így középen. Ó, checkpointot is kaptunk. Hát ez nem is volt olyan vész ahhoz képest. Persze lehet, hogy most burvít majd rá, ugye? Ha már checkpoint meg ilyenek. Gombával vajon nehezebb már jó, így hogy nagyobb. Vigyázzunk, maradjunk középen. Ha jobbra mész, akkor balra is menned kell. Tökéletes eddig. Na most ezt hogy csináltam volna meg ott? Ja, hogy kicsit le kellett volna ejteni az egyik irányba. Ó, jó buta voltam. Van egy hangeffektje akkor, hogyha beleér a Libby Kóka izébe. Gondolom, hogy ez így a nem jó. Ez így meg a egyenesen szar. Ha itt kicsit fentebb kellett volna állnunk, és akkor meg lehetett volna még ez a néhány coin. De nem baj, mert úgy újabb checkpointot sikerült ezzel megszerezni. 43 coin, mehetünk tovább. Ugye ez sokkal hosszabb, mint az előzők. That's what she said. Most viszem magammal az ugrálós kutyát. Lehet, hogy Bow Wow volt tényleg a neve. De most ez ellensúlyoz nekem, ami nem nagyon jó, nem? Nem lehet, hogy be kéne ütni a izébe? És már kettő is van. Jó. Szerencsé. Szerintem győztem. Mi? Menj már! Elsőre végigmentünk a hármas nehézségen. Ezek szerint vannak dolgok, mechanikák, amik nekem jobban mennek, meg vannak, amik nehezebben mennek, és ez mondjuk pont itt a jobban menő dolog volt. Azt hittem, hogy itt leakadunk majd nem tudom meddig. Hát ahhoz képest meg átszaladtunk rajta. 260 coin ütötte a markunkat, ezért aztán belekezdhetünk az építkezésbe a keleti csarnok második emeletének ajtajain is. 60%-nál járunk a játékban. Oké, mehet. Mondjuk még a harmadik szint azért bele tud rondítani majd a kis dolgainkba, nem? Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a mai epizódot. Szerintem azért egy
több mint 2 órát játszottunk megint a játékkal, de úgy elszaladt ez a 2 óra, mint hogyha nem is lett volna. Én nem tudom. Mint hogyha 5 percre ültem volna le Mariózni. És amikor itt hallgatjuk a zenét, és ténylegesen az N64-es Mariónak a fő témája megy benne, mindig kedvet kapok, hogy játszunk a Nintendo 64-es Mario-val, ami ugye az első 3D-s Mario volt annak idején a 64 bites rendszeren. Hát nem tudom, nekem az ilyen tényleg örök játék. Emlékeztek, a múltkor egy szombati alkalommal, hogy vasárnap volt, leültünk és végig játszottuk egyben az egész játékot, persze szerintem ilyen 75 vagy 80 csillagos végigjátszás lehetett maximum, közben meg volt a játékban vagy 150 vagy valami, nagyon sok ahhoz képest, hogy nekünk mennyi lett meg. Tehát hogy csak így a minimumot hoztuk ki abból a végigjátszásból, ezért aztán lehet, hogy még egyszer nem egyszer össze, hanem egyszer még belekezdenék újra. Jaj, na itt az idő felülni és átalakítani itt a monitor setupokat, hiszen egy jó 2,5 óránk még bőven van ebből a mai estéből, hogy a Sleeping Dogs című őrületes játékkal folytassuk a mait. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma itt a Super Mario Maker 2 című játékban, és remélem, hogy tetszett nektek a játék. Én marhára élveztem, szerintem marha jó volt. No, hát nem tudom, hogy ilyenkor elmenti-e az állást. Remélem, hogy el fogja menteni, hogyha azt mondom, hogy kilépés. Kis szünet, jó? És utána folytatjuk majd. Köszönöm, hogy itt voltatok, és a VOD nézőknek is nagyon szépen köszönöm, hogy megnézték ezt a mai epizódot. Egyébként ilyenkor, amikor Nintendozunk, ilyenkor a Zelda is mehetne folytatásban, hogy kapcsolni tudjuk, mert ugye beszéltünk már arról, hogy ilyen éjfél utáni játéknak csináljuk meg a Zeldát, szóval akár felül még az is lehetne, csak most nem haladtunk múlt hét óta a Sleeping Dogs-zal, és a Zelda az meg olyan, hogy az meg akár meddig eltarthat, úgyhogy én azt mondom, hogy Sleeping Dogs legyen akkor. No, egy pillanat.